open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kátfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kátfürdő, hogy szíve szerint betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Hát ez szégyelte magát. Mennyire környezetudatos, mennyire szimpatikus. Bárha az egész uralkodó család abban az egy kádban fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen, magára kapta a kis kasmír kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És azt mondja, hogy ezen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és hogy szíve szerint Svédországban betiltaná a kátfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egy év, a 15. Károly Gusztáv sokkal nagyobb tervei voltak, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent rá. Mm-hmm. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz, nagyobb környezetvédelem. Hát. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se, soha nem volt kád vízben. Alanyi jogon lesz aluralkodó, nem az intelligencia. Ja, hogy ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 és megvilágosodik Károly Gusztáv is előadja. Egyre kevesebb húst teszik, elektromos autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. Uh-huh. Aha, de azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már, csak hogy kettő közt az a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépem, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon, és nekem jó, a kicsit az udvartartásom kisebb. Igen. Mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyoma még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kárvízbe, mennyivel használok el kevesebb vizet? Sokkal kevesebb. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon egyszerűen mérhető. Sokszor voltál nálunk, igen, és láttad, akkor sokszor megfürödtél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, csak a szájában hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen, igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magunkra borítjuk, és azzal szánkózunk. Figyeljetek, nagyon egyszerűen mérhető egyébként a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, vagy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, bedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mennyi az, mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz. Zuhanytálcát? Igen. Hát akkor kifolyik a víz. Hát biztos van valami, ami beledugni. Nincsen hát nem dobog. Lefolyik, hanem ha beledobod a dugót, hát ez 2 centi vas, 2 centi magas a zuhanytálca, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja a zuhanyzásra, tehát van, aki nincs mindenkinél zuhanytálca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy ha beállsz a kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezzel a hülyességet tényleg. Ne. Idegesítsetek meg, hogy attól lesz jobb a környezet, igen, hogy én fürdöm kádban, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem, de kivéve a első vízben fürdöttek. Igen, és a mosógép öblítővizét vezessük vissza az esővízbe, az esővízbe fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat fele. Igen, és a végén ítassuk meg, igen. Ne komolyan mondom, ki vagyok ezektől a hülyeségek. Az fontos egyébként, hogy utólag ítass meg a szürke marhák, hanem pedig előtte, mert hogyha abban mosakszol, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök, igen, egy kádvízbe. Tehát igen, én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni melegvízzel a zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe. Ha mi is átmehetünk hozzátok,
utána... Hát én nem akarok az ő vizében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatan fürdött egy vízbe. És volt status quo? Tehát, hogy kifürdött először is kiutol? Hát az idősek. Hát én voltam a család végén, én voltam a legkisebb, én fürdöttem utána. Ki keresni a pénzt itt? Ki hozza a kenyeret az asztalra? Akkor ki fog először fürdni? Én! Fekete volt a víz konkrétan, mire én a sorra kerültem, érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam milyen még. Tehát azt hittem, hogy elnyel érte. Nálunk is volt egyiket, hogy én pánikszerűen mindenki megpróbált elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet. És aztán jött fel szénporosan a pinyóból. Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliard. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolással, hogy ha 1 millió ember fürdik el egy kád vizet, akkor... Milliók sikvítanak, amikor te fürdesz, szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika nem miattunk szomja. Egy baromság. Nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy ilyen bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, indulj el egy ilyen kis hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, még tételezzük, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor nem jó. Akkor itt van egy másik érv, ami nagyon szimpatikus lesz számodra. Figyelj. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percem van zuhanyozni, el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni. Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideg nekem. Hideggel. Micsoda, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen. Vagy? A zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megy. De én zuhanyzom, én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják-e. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Tehát olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást Vikivel, mikor bejön. Ez napi 20 perc, vagy heti 20 perc? Nem, napi 2-szer 20. Hol van? Nyisd ki az ablakot! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem? Vagy még itt van Marika néni. Van még valaki a vízben? Kiabálnak mind, amikor első értetíteni. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van, értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Ettől te még nem vagy pazarló. Jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni a burzsuá szokásaidból, milyen burzsuá szokás? Akkor szerintem... A csettivásár és a tusolás. 3 hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsuá szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, hogy elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, szabad, kinyitom, elzárom, és képezzed, ez zuhanyzom. Figyelj, burzsuá, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokás, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a Janitól, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen nem egyetemi, akárhol, értem, hogy a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit vesz cserébe? Én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, ezen hajlandó vagyok elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz, mert megint energia. Tehát te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem, 5 perc alatt tudok végezni.
nem 20 perc. Le se ér a víz a hátad az 5 perc alatt. Hát azért lassan meg. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyád. Meg felék áthordják a forrósunk a levet, érte. Új, jó azt. Érted, ők eleget forralnak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állandó olyan hőmérséklet legyen. Hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban? Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot láttok párotoktól, férjetektől, feleségetektől spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol? Mint próbál egy kicsit ügyeskedni? Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Penészes kenyér héját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, nem. Mert a penészgomba nem, így, ebben a formában nem fogyasztható. Jó a penész, egy csomó minden. De várjál, nem a penészes kenyér héját fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de az nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. A nagymamám úgy sporolt, hogy azt a vizet, amit zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként, ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vízespórolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és átkapcsolja a villanyt. És főleg a papa is így rád is kopogtat, hogy lehet az sötétben is. Hát nagyon kemény. A főnököm a pánci szekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzájutni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősöm, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötélre száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Eli küldte nekünk. Nagypapám úgy spórolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot, annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ezt ez jó. Megcsinálom. Kirodírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózsát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani, igen. Ha már spórolás, az apuson mindent visz, télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiba. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben veszett a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfater? Léci, bármi. Csak hogy hova ne menjünk? Gyorsan megyünk, százzal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008? Vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrény lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Volt kollégám minden WC-ért menet előtt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, igen, az elsőnek igen, még jó. Tiszta vagy, csak képzeld tiszta el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojásfikor mellett. Valaki? Mellették. Valaki? Biztos? Látom, még ott van. Na, látom még nem rajta. Húztam le. Látom, hogy toporogsz. És valaki eléged mondta, hogy jó, megyek. Bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet. És ilyen brutális izé, pufajka új lerak. Valaki szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Minden más. Lehúzom. Atya Isten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. Tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközött, te gyorsan áttörlöd magad és meg is vagy. Abszolút, tök jó.
Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Halálli. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy más is történik. Lehet, hogy más is történik. Igen. Az öregapám a lejtőn a 2021-05-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet eszik. Az nagyon szép lesz. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormány zár, bezár, és véged van. Ilyet én már láttam. Figyelj, úgy is gurulunk, vedd már egy gyújtást, nem kell. És egyel, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó. És hogyha szerencséd van, akkor hosszú, egyenes út van előtted, nagyon kevés mellék utcával és kis forgalommal. Ha szerencséd van. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a vécét leönteni. Dáj küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi a növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kiroad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belül nagy spórolók, hát ezek zseniálisak. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. Legalább másfél deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállítása, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát 1 euróért. Azért az 300. Ezt Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban van. Mennyi szimpatikus ember. Ugye? Mennyi szimpatikus ember. De hát mi ilyenek, hát ki az, aki például egy születésnap után a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét. Ne. Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megcsinál. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja a sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja először, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy mindenki. És akkor 5 gyertyája volt Világnak az 5. születésnapján, félig leégett, eltetted, és akkor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyát, meg vettél egy 6-at, ami nagy ez volt. Ez csak attól függ, hogy mennyire dugod bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, érted? Érted, hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabban a szitbe lehet hozni. Jézus, ha megőrülök. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. Csak kicsit leszopogatod róla a tejszihabot, lenyalogatod, de fogsz egy fiskesolót, levágod és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nylonzacskóba? Kb. Ne Istenem. Most a technikai részéről csak azért nem menjünk bele, mert nehogy itt valakinek 15 ütős. Szóljál, hogy mikor van a virág születésnapja, megveszem évszámmal, az összesen kedjék egyet. Megvehetem már most is előre. Egyes, meg egy négyes, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 ízig leégett, csonkig égett gyertyákat próbál elfújni. Atya úristen. Hát igen, azt mondjuk sajnálom, hogy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhatjuk volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyjának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. Ez itt a Best of Morning Show. Önfejlesztő tanfolyamon arra kértek az önfejlesztő tanfolyamon résztvevő embereket, hogy küldjék el a párjuknak azt az egy bizonyos szót, amit nagyon ritkán mondanak, és nézzék meg, hogy a beérkező válasz az mennyire veszi komolyan azt az üzenetet, amit elküldtek. Mert hogy ezen az önfejlesztő tanfolyamon ugye sokszor említik azt, hogy az ember kevésszer mondja ki az érzelmeit, meg a hosszú távú párkapcsolatban élsz, akkor már nem jelzed a feleségednek, a férjednek, hogy mit érzel iránta, mert természetesnek veszed, hogy ő is tudja, te is tudod, ahogy szokták mondani, majd ha változik, akkor szólsz. Ugye? Igen. Hát vagy már elmúlt, ugye? Vagy már elmúlt, és nem mondja már az ember, vagy nincs miért mondani. És ez a tanfolyam azt szerette volna bebizonyítani, hogy milyen érdekes reakciókat vált ki emberekből az, ha egyszer csak kapnak a párjuktól egy olyan üzenetet, amit valószínűleg nem kaptak meg évek óta, de nem csak üzenet formájában, hanem verbálisan sem bújtak oda hozzá, és mondták, suttogták a fülébe, vagy küldték el neki üzenetben. Ez pedig ugye maga az volt, az a szócska volt, hogy szeretlek, szeretlek édesem, nagyon szeretlek. Ezt kérték meg elsősorban a nőket, hogy küldjék el a párjuknak, hogy nézzék meg, hogy mit reagál. Mit mond, mit ír vissza, mi a reakció, meglepődnek, válaszolnak, mikor válaszolnak, mennyi idő telik el az üzenet küldése és a válasz között, és egészen elképesztő üzenetek jöttek egyébként visszafelé. Hát csak úgy jöttek, az én is szeretlek. Aha, igen, meg a legalább te.
Igen. Na, ki hogy látja, na, ugye? Más ne. Igen, mert szeretik volna ezen az önfejlesztő tanfolyamon elmondani a nőknek és a férfiaknak, hogy milyen fontos lenne az, hogy mindenki kifejezze az érzelmeit. És már jött is. Már megjött? Na, mi van? Nekem nem jött üzenetem. Nem, valami poár csörömpölés volt itt. És... hát egészen hihetetlen üzenetek jöttek, de most nem is az a lényeg, hogy ezen a tanfolyamon milyen válaszokat kaptak a hölgyek, illetve urak, több számban egyébként inkább hölgyek, hanem ha már ez egy kísérlet volt, ezt mi is meg tudjuk csinálni, csak azon gondolkozom, hogy a párjuknak küldjék el az emberek ezt az üzenetet, vagy valakinek, akiről ők úgy gondolják, hogy meglephetik ezzel az üzenetet. Tehát egy párjának. Igen. Elküldöm a békának. Nem, gondolok én itt kollégára, gondolok én itt főnökre, gondolok itt olyan kollégára, akivel te nagyon ritkán beszélsz, hogy mi a tipikus reakció, de leginkább egyébként lehet, hogy ezt jó, ha pár kapcsolatra hagyatkozva. A főnök azért izgalmas. Igen, de a főnök valószínű valójában tényleg félreérti. Vagy, még nem vagy ismerjük egymást annyira csinál belőle. Az új főnök már. Nem vagyunk még olyan viszont. Igen, az a baj, hogy az a főnök most... az már régi. Aha. Ha éppen. Igen, nem biztos, hogy ezt most így azonnal el tudnám küldeni, mert érdekes válaszok jönnének. Szóval, hogy megcsináljuk ezt a kísérletet. Meg. Legyen ez inkább párkapcsolat? Legyen inkább párkapcsolat. Jó, párkapcsolat. Basszus. Miben? Nem tudod a Móni számát. Nem, csak megkerestem a Lajosét. De melyik? S. Lajosét vagy B. Lajosét? D. Nagy Lajosét. Igen, Boros Lajos. Na, ti mikor mondtátok, vagy küldtétek utoljára? Tessék, lehet nagyokat hazudni. Na, tessék, most jöhetnek a nagyon nagy bődületes hazugságok. Tegnap este 6-szor, ma reggel 4-szer. Nálam nem van állítva, mielőtt... ha volt a 2-szer automatikus üzenet. Szundiba. Igen. Szundi jelez, hogy most kell elmondani. Mikor adtátok a párotok tudtára utoljára? Szóban, verbálisan, simogatással, üzenetben, bárhogy, amit éreztek iránta. Most, ha tudtok nyilván bizonyítékot mutatni, akkor könnyebben elhiszem. Na. Mind a ketten elkezdtétek böngészni a telefonotokat. Ezek szerint van? Igen. Tényleg? Igen. Na, így találtam. Tessék, szia, szeretlek. Így kell, a zöld, második zöld ott van. Akinek elküldted a sonkás. Aha, na, szóval a kedvenc hentesed. De miért ezt mondtuk, hogy kinek kell? Azt nem, azt igazából nem. Ha majd küldjük, akkor küldjük a párunknak. De én jó, ha most elküldted a kedvenc sonkásokat. Köszönöm a felsálakat. Köszönöm a gyönyörű húsvéti ajándékokat. Az egész család nagyon élvezte. Hát csak mondom, szép érzelmes szerintem, hogy, tehát egy bensőség. Édesanyja, majd figyelmeztes, hogy nézzünk rá az aranyra, mert szerintem érdemes lesz eladni. Nagyon fontos. A válasz kaki. Nagyon jó. Elküldtem szeretlek, a válasz visszajött, én is szeretlek, de miért írtad? Ez még egyébként ez teljesen igen. Normális. Igen. Mondtam neki szeretlek, erről elküldte válaszban, én is egyébként mi az ebéd? Andi György. Elküldtem a szeretleket, válasz SMS-re, mennyit buktál tip mixem? Nagyon szeretem ezt is. Elküldtem a szeretleket, a válasz, én is őket hallgatom, te majom. Attila. Attila küldte nekünk. Elküldtem a feleségemnek, mire jött a válasz, ez félrement. Elküldtem a szeretleket, mire jött a válasz, nem mondtad, hogy mit beszéltél a fodrásszal, kell ma menned? Norvi küldte nekünk, hát akkor a csaja nem reagálta túl ezt a dolgot, nem? Hát akkor csoda, hogy nem ír ilyet vissza. Elküldtem a páromnak, szeretlek, siess haza, válaszul, ja. Ki tudja, mi van abban a jabban. És ez Dani küldte, tehát akkor ezt egy lány küldte neki vissza. Ha jól gondolom. Aha. Ja. 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 Az elküldtem a szeretleket, erre visszajött a válasz, jó, mert 6800 a fodrász. No. Elküldtem, hogy szeretlek, válasz, utálom a Balázsékat. De akkor hallgatja ő, és hát tudja. Minket legalább annyian hallgatnak azért, mert utálnak akkor bennünket, tudja. És várják, hogy mi a következő mondat, amin idegeskedhetnek. Igen, ez Jancsi küldelek. Figyelj, eddig 95% az 5%-kal szemben, tehát az 5% a válasz SMS-ek közül az, aki jól reagált erre. Azért itt baj van, halom. Igen, nagyon sokan írják a megcsaltál választ, elképesztő sokan küldik el egyébként, hogy megcsaltál, mi történt, megcsaltál, el kell mondanod valamit. Igen, válasz, elküldtem, hogy szeretlek ára, válasz, dögölj meg, két hete összevesztünk. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország
legnyitottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A Best of Morning Show. A Klassz FM-en. Na gyere, Anett, mesélj egy kicsit, hogy mi volt, és leginkább hozd az ajándékot, ugye? Nem nagy az acsi, nem nagy. Igen, kicsi lesz az, tehát az is érdekel, hogy milyen volt a nyaralás, de sokkal inkább, hogy mit hoztál. Gyerekek, közben Feri fügéjét azért ajánlom, szóval, hogy, hogy nem mondom, hogy mihez hasonlít, amikor szétnyitod, de ízre nagyon kellemes. Látványra nem annyira, de brutálisan jó íze van. Nagyon finom. Nagyon finom. Mm. Na, milyen volt, hol voltál? Cipruson. Ciprus, tényleg már, gyerekek. Hányszor elmondtad? Gyerekek. Mi van? Tessék, parancsolj. Hát, hihetetlen. Tényleg. Aha, ez olyan ez a hely, mint amilyen a katalógusokban. Tehát amit látsz, meg az interneten, fényképek. Tűzfalak és... és kétdimenziós. Milyen gyönyörű, jó? Gyönyörű? Gyönyörű. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Ott nagyon kalandos utunk volt. Azzal kezdődött, hogy a reptéren képzeljétek el, oda jött hozzánk egy hölgy az utazási irodától, hogy tegyünk már meg neki egy szívességet. A lánya ugyanis abban a városban dolgozik, ahová mi megyünk, ott idegen vezető, és hogy egy csomagot vigyünk már el neki. Tegyük be a bőröntbe. Mindig gyanús. Szigetelő szaglózzátok a testetekre, illetve a barátod jó lenne, hogyha be is nyelne, de nem föntről lefele, nem lentről fölfele. És a kedvesem azonnal, de meg se nézte, semmi ellenvetése nem volt, semmi gyanú nem merült fel benne. Persze, persze, hogy ne, és betette a bőrön, de mondom, hülye vagy? Mondom, ki tudja, mi van benne, kábítószer, TNT, akármi. Na most én a 2,5 órás utat végig görcsöltem, hogy mi fog történni, hogy lekapcsol, már elején, a becsekkolásnál, hogy lekapcsolnak minket, mert hogy látták a kamerák, hogy valamit betettünk a bőrönbe. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Te fi, nagyon rendes ember. Nagyon. Ő. Még az se volt gyanús, hogy ketyegett az őbe a néninek. Igen, egyáltalán nem volt feltűnő. Igen. De aztán még Ciprusa, oké, Ázsiában ne nagyon menjél egy vele, mert ott is berak egy csomagot, akkor ilyen Bangkok Hilton-szerűen ott ragadtam. De és képzeld el, hogy az érdekes, amikor megkaptuk a csomagot, rajta volt a bőröndön, amiben betettük ezt a cuccot, hogy átnézték. Hogy, tehát valószínűleg látták ott a biztonsági kamerák, hogy valamit beraktunk, és, uh-huh. és föl volt túrva a csomagja. Átnézték, elszívták. Igen. Aztán kint, hát nagyon-nagyon jókat ettünk, hihetetlen mondtam is a Ferinek reggel, hogy egyszerűen tényleg én nem tudom elmondani, más íze van a zöldségeknek, ott az uborka is zöldebb, finomabb, hogy uborka, benne van a... zöldebb. Uborka. Azt igen. Azért kedveltessétek. Így a görög salátában, de ahogy így nem tudom máshogy mondani, hogy benne van a napfény, a tenger íze, csodálatos volt. Megkóstoltuk a mezét, ez a ciprusiaknak a nemzeti... Mezét? A mezét? De kinek? Olcsó szójátékokkal. De milyen posztoljátok? Oké. A meze az több, ilyen 10-15 fogásból álló étel, kétféle van húsmeze és halmeze, mi a halmezit kóstoltuk meg. Hát amit a tengerből kifognak, gyakorlatilag mindent felszolgáltak. És körülbelül ugye 8-nál tarthattunk, mikor már nem bírtuk tovább. Egyre nagyobb halakat hoztak, egyre többen. És egyszerűen csak arra lettünk figyelmesek, hogy egy ilyen kis kocsit tolnak ki az étterembe, hogy mi lesz már a következő fogás, egy cápa, vagy egy kartal, egy lepényhal, de végül nem tudom, azt nem hozzánk hozták. Borzasztó, nagyon-nagyon sokat ettünk, béreltünk autót, baloldali közlekedés van, egyből kaptunk egy automataváltós autót, soha nem vezettünk még automataváltósat, baloldali, vagy jobbkormányosat főleg világ, nem. Szép lehetett bal kézzel váltani automata. A körforgalom, hát amivel balra hajtasz be, és több sávos. Több frontális karambolon vagytok túl? Nem, viszont egy defektet kaptunk. Na. Azt képzeljétek el, hogy megnézzük az Afrodité születési helyét, a legenda szerint ott szállt partra, gyönyörű sziklák vannak, megnéztük a naplementét, nagyon romantikus volt. Visszasétálunk a parkolóba, már leszállt a nap, elindulunk, ez defekt. És kiszálltunk, és tényleg az volt. Az emelő nem működött, tehát folyamatosan kibicsaklott a kocsi alól. És ott volt egy bódi a parkoló helyen, egy kedves ciprusi ember éppen bezárt, én már kétségbeesve sírva mentem, hogy legyen kedves segíteni, mert hogy nem tudunk elindulni. No problem, don't worry. Oda jött, segített, nagyon rendes volt. Igen. És kicseréltük a kereket, végül visszaértünk szerencsésen, és azzal foglalatoskodtunk egész nyaralás alatt. Benne mindig felmerül ilyenkor, hogy hány fotón lehet ott az ember véletlenül, amikor elmegy nyaralni, ugye mindenki fényképezget, ahogy ott elsétálunk a háttérben, és elkezdtünk játszani, hogy melyikünk tud több fotóra rákerülni. Sose késő felnőni. Igen. De van,
annyira jól tudod így bekommandózni, amit csinált az űrge a briteknél a híradókkal. Igen, mindig benne volt. Beálltunk így egy-egy képbe, és hát minél több fényképre tudtunk beállni, annál több pontot kaptunk, és a győztes az lett volna, aki ott az Afroditi sziklánál egy esküvői pár fotózott. Oh. Na mondom, ha oda beállsz, az egy 100 pontos, de nem, oda már nem mertünk. Úgyhogy jó volt, tényleg nagyon sok mindent csináltunk. És mindezt a lovagoddal, az új régi, igen. Se új, se régi, se. Régi új. Régi új. Igen. Igen. Szerelmesen jön haza az ember, és kipihenten, romantikus hangulatban. Igen, kipihenten. És aztán a gyors forgalmi mindent ketté vág. Ugye? Állsz egy órát befelé a városban. Igen, és akkor az... Tényleg, tehát annyira lehangoló, nagyon-nagyon rossz volt. Meg az volt a vicces, hogy 2,5 óra alatt hazaértünk Cipruson Magyarországra, majd beültünk az autóba, és 2,5 óra alatt jutottunk el Budapestről Olaszliszkára. De jó volt tényleg. Jetskiztünk is, az is jó volt. Csinált olyan barba trükköket, hogy így lerepültünk a gépről, és akkor oda jött a nem tudom, tengerfelügyelő, én örültem, hogy nem most rápirít. Azt mondja neki, morgász to balance. És még ad neki tanácsot, hogy jó arc volt. Úgyhogy ilyenek voltak, jó volt. Aludni nem sokat aludtunk, borzalmas volt az Na. Jó, hát az most úri emberek nem, nem, hát persze. Mindegy, hát azért ott volt az a jetski. Persze, én is aludtam volna aludni, hát ki akar aludni a szerelem szigetén, hát erre nem kérdezünk. Volt egy akkora ágyunk tényleg, mint az a dohányzó asztal, hát én lelógtam róla, pedig nem vagyok egy sudára alkat. Hát meg gondolják, a nászutasok úgyis egymáson fekszenek, nem? Hát minek oda szélesebb ágy? Nem ilyen nászutas lakosztály volt? Nem. Ezt honnan szedtem? Nem tudom. Ez most csak úgy bevillan, nem tudom. Viszont mert ha te vitted volna, ne tette úriember, vagy te nászutasba vitted volna. Nagy ágyal, nagy ellátással. Kicsi ágy, persze. És kérdezi egy hallgató, hogy ettünk-e halumi sajtot. Igen, ez egy speciális görög kecske sajt, amit nagyon finoman meggrilleznek, úgyhogy én ebből hoztam is nektek, mert szeretjétek ezeket. Xiaomi, köszönjük. Jaj, köszönjük halumi. Szépen. Köszönjük. És milyen figyelmes vagy, hogy hűtötted addig. Igen. És még... Köszi. És ezt meg kell grillezni otthon? Igen, igen. Hogyha nincs grillsütő, teflonba egy pici olívaolaja, vagy anélkül, mert ez is olajban. De van! De... A lányoknak is hoztam, Anna, mit gyertek? Jó, de jó. Nekik is halumi sajt. Sajt kereskedést nyitottál, Anna? Igen, kaptam. De aranyos vagy, köszönjük szépen. Hűtőmágnest is. Hűtőmágnest. Na, milyen kell, hogy hűtőmágnest. Ez a Feri. Rárakom a sajtra, hogy hűtő. Hát én egy sajtot elcserélek egy hűtőmágnesre, gyerekek, megmondom miért, nagyon szép a hűtőmágnes, de beépített a hűtő, ezért egy faburkolat van rajta. Akkor add az Annának. Akkor ragd rá szöggél. Felszögelem a hűtőre. És a lányok mit kaptak, az micsoda? A lányok is? Mézet kaptak, ilyen mézben ázott gyümölcs, meg édességet is. Wow! Magamhoz nyúl. Szereted a mézet, Anna? Szeretem. Igen? Aha, de akkor vegyél. Cserélsz? Jó lesz a gyermeknek. Én gyűjtöm. Gyűjtöd, igen. Nagyon jó. Köszönöm. Akkor vegyél. Na, cseréltem, akkor kaptam mézet. De jó, Ared, hát ennyi mindent hoztál. De valahogy elszámoltam magam, mert a Zsülnek is akartam adni. Majd öltük már neki az édességbe. Zsült, én fájó szívvel, de neked adok egy mézet. Ez úgyis romlott valószínű. Tényleg elég rosszul néz. Nem, nagyon jó. Dinnye van benne. Dinnye a mézbe? Az kis dinnye, igen. Valaki nem be ott rúg, amikor azt csináltad. Hogy kerül a dinnye a mézben? Ja, hogy ilyen kis édes dinnye. Igen, a mézben az olyan. Ez borsó, nem dinnye. De hogy borsó, ott van arra aján, hogy watermelon. Ja, watermelon. Janinak a hűtőmágnesén pedig Zeus villámokat szór. Uh-huh. És akkor ez az ennyi? Azt hittem, hogy üzekedő spártaiak. Zsül, ezt neked adom, mert megzavarhatja a gyereked. Ott ül a hátad mögött. És rajta hagytam az árát? Persze, mennyi volt? Tudni akarom. Mondom nektek, a méz, az a mézen nincs rajta. A mézen nincs rajta. Ez már nem aktuális, ez az ár. Ez 82. Figyelj, és a görögök rájöttek már, hogy tök... Ciprusiak. Ciprusiak. Na, nem, valahol ott élek. Ciprus egy megosztott sziget, a déli fele görög. Voltunk Nikóziában, az nagyon érdekes volt. Igen, Nikózia az egyetlen megosztott főváros a világon, és láttuk így a falmaradványokat, a nagy részét már elbontották, viszont mindig csak ellenőrző ponton lehet átmenni, vízumot kell kitölteni, hogy át akarsz menni a török. Én természetesen otthon hagytam a személyemet, úgyhogy nem tudtunk átmenni. Viszont lefotóztuk, voltak még ilyen, vannak olyan állások, ahol még katonák állnak, és nagyon vicces volt, nem mertem fotózni, pedig ott nagyon mutogatták a puskájukat. Még az is. Na, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Szerelem szigeten, nem. Az egy pár képet én is csináltam volna, mutogatják a puskájukat. Csak így. De érdekes volt, megnéztem volna a kontrasztot, de hát a saját hívámból ez így meghiúsult.
úgyhogy nem mentünk át a török része, hogy mit akartál kérdezni? Hogy már nem tudom. Ja, hogy isszák még ezt az úzót, ez még hisznek ebbe, hogy hát ez egy jó ital? Hát a törököknél van, mi ciprusi hát borokat ittunk. Jó? Hát az a persze. Ilyen ánizsos. Szörnyű. Olyan, mint a negró, meg a medvecukor. Valamikor így már várom, hogy felébredjenek, és kiálljanak a világ elé, és aztán a gyerekek bevalljuk, rájöttünk, rosszabb az úzó. Tehát az úzó a görögök legnagyobb tévedés, elismerjük. Ez nem finom. Tehát, hogy azt miért a konyakjukat se szereted? Én semmi ilyet, nem. Tehát én áztatott negrót inni ilyen meleg vízbe, hát ez... De nem, hát, az nem. Embertű sem. Ja, nem, az se. De, na mindegy. Szóval borokat ittunk, nagyon-nagyon finom fehér száraz boraik vannak, meg ciprusi sört, az is finom volt. Úgyhogy ilyen rövideket nem. Úgyhogy jó volt, ettünk, ittunk, mindent megnéztünk. És esküvőn ti voltatok esküvőn? Vagy Meriseli hát azt kérdezi, hogy a ti esküvőtök volt? Dehogy is. Ja. Nem, csak ott az Afrodité sziklánál volt egy pár, aki odajött. Nagyon profi volt a fotós, így perce pontosan tudta, hogy mikor megy le a nap, mikor lesz a leggicsesebb, és ott fotózta őket. Annyi volt csak. Meglátunk egy másik esküvőt, igen, az este volt, ott osztogatták az ajándékokat, ott gondolkodtunk, hogy beállunk a násznép közé. Hát a kapunk valamit, de a jaszasznál többet nem tudtunk volna mondani. Úgyhogy ezt nem csináltuk. Semmi meg. Romantika nem volt. Már úgy értem, hogy hát tudod, hogy a hapsit, mit tudom én, kivitt csónakázni. Hát elvitt jetskin. Ja? Ez a modern, nem? Meg nincs ilyen, hogy csónakázol egy tava, most már jetskizel a tengeren. Hát és ez ledobod a nőt végig. Ledobod a nőt, odavágod. Most már ez a modernitás, ezt jelenti, hogy most már jetskizel a tengeren. Csónakázni. Hát elmaradott vagyok már megint. Fáradt a nevezel ott egy indián kenuba áramlattal szembe. Hát fogod a jetskit, és akkor szépen húzod neki. Ez az újdonsült romantika. De tényleg annyira tipikusak vagytok ti férfiak, tehát hogy mondom a lelkére, kötöm, ne licces, ne csináld, hogy leessek, mert én félek a mély vízben. Te vagizni akart, dobbantani egyet, nem? Dobni egy durvát. Hát ismerjük komis... egymást 4 éve, úgyhogy ja. Annyira nem kell vagizni. És aztán... Most kéz nélkül, most láb nélkül, igen. Most nélkülen. Tök jó arc, hogy még 4 év után is bizonyítani akar. Hát ez jó fej, srác. Ez jó. És akkor még mind a ketten belepottyantunk. Banánoztatok is? Azt nem. Nem? Nem. A világítótól nem láttatok, mert csak lehetek egy. Volt ott egy rohadt világítótól, hogy ott se. Hát ezt nem hiszem el. Nem banánoztatok? Nem. Nem értem, én vagyok csak ilyen uborkáztak, igen. Én vagyok csak ilyen infantilis, hogyha van banán, mi ellopjuk és fölülünk rá és húzzuk egymást. Csak te. Nem is volt banán, hanem ilyen nagy kerek volt. Csub. És arra lehetett ráfeküdni. Sokan. Csub. Azt hittem, hogy csak ilyen elismerően jeleztetünk. Ez azért nem lehetett. Tyúb, de jó volt. Tyúb, beleülsz ilyen, hát ilyen gumiszerű valami, vagy fekszel rajta, vagy beleülsz. És akkor húznak motorcsónak után, és hát nem kicsit esel. Ennek mi megcsináltuk a megint a saját változatunkat. Fordítva feküdtetek rá. Nem, mi azt csináltuk, hogy ilyen nagy komphajókat követtünk, és a hullámokon húztuk át egymást egy motorcsónak a banánon. És az nyert, aki tovább fennmaradt a banánon. Mi így nyomtuk Horvátországba. És akkor rodeoztunk a kompon, meg tapsoltak, hogy hú, ez nagyon jó. Ott miért 4-5 méterre szállt el a banán, mi meg repültünk a másikot, és nagy éjjelzés a kompon, hogy hú, ez nagyon tetszett neki. Tehát mi így csináltuk, de hát ez egy fiús nyaralás. Na jó van, akkor te is feltöltődve, kipihenve. Abszolút. Fantasztikus volt. Meg átkiabáltam Ferinek. Mert úgy mondtátok, hogy kiabálják mindent. Ja. Igen. Tényleg? Igen. Mikor? Nem hallottad? Nem. Mikor volt? Nem tudom, egyszer. Ja, akkor nem. Ha egyszer kiabáltál, akkor nem hallottam. Jó volt, nagyon. Úristen, annyira más világ. Olyan csodálatos. Én még soha nem voltam ilyen... Hogy marasztod? Ha nem lenne rossz, már úgy olyan mindenhol ilyen luxus apartmanok épülnek, gyönyörű házak, nagyon-nagyon-nagyon jó lét. Úristen, nagyon laknék ott. Nagyon élnék ott. Bár biztos azt is meg lehet unni, nem? Biztos, persze. Minden nap ugye 28 fokos 28 tenger. Fok, jó idő, tenger, tengeri erkedjünk, napsütés, vidám emberek, mediterrán nép. November 15-ig van itt inkább, van strand. Inkább azért azt unnánk meg, mint a Hungária körútat. November 15-ig van strand. Igen. Ja, már augusztusban bezár, olyan rossz idő volt, nem? Az idei szezon. Na jó, van, nagyon szépen köszönjük az ajándékot. És a Feriaia? Így van, nevezünk már is át. Nyugi, hát harácsolunk keményen, persze. Már nézek is, átfordítom a fejemet, hogy ott milyen, ne törődj vele, ráérnek. A meganetnek úgyis kell egy kicsit dolgoznia. Még egy pár percig túlolhatunk, nem akarjuk elkapkodni. Na, kérlek szépen benneteket. Hát... Sajtunk már van, és fügénk, Jani, ez már egy jó reggel. Ez jó hír. Ez már egy jó reggel. Ha marad nekünk, mi is adunk. Pedig sajt nagy hatalomként tértek haza, mert ez a híres pagi szír, azaz a sajt, amit ott is csinálnak, de hát én nem ilyen gyárit hoztam, hanem házi készítésük, mindegy. Mi lenne, ha most nekiállnánk azonnal? Ezt
következő. Füge sajta a gyerekek. Füge sajta egyébként nagyon vagyunk. Jó, de azért hagyjál belőle otthonra szeletke, vagy száraz fehér. Kenyér? Kis, hogyha tudod megpirítani a kenyér, megőrülsz. Tessék? Nagyon jó, szépen nagyon, köszönjük. De hoztam ez elembet még, lehet ölni. És a kérge is ehető. A mindenit. Ne üdögess már, hülye vagy. Hol találtad a spájzba? Azt föl tudjuk vágni most. Ja, a kicsit? Igen. Nagyon jó. Lányuk, gyertek be ti is. Jól. Mindannyian. Jó. Ajándékosztás van, gyerekek. Igen. Biztos, hogy ez nem a Kacsicsvárból van? Egy szikla. Hagyjál már! De jó, jónak tűnik. Tudod, hogy milyen finom? Igazi házi szappan. Na, levendulás. Na, végre. Viki, végre megfürdez. Tessék. Mert végre tip-top lesz a hónaljunk. Anettnek adjuk oda, jó legyünk a kedvesek. Anettnek. De jó. Zsül a világhírű Mikado csokoládéból parancsoljál. Tessék. És egy kis Mikado csokoládé is. Hát, az anélkül nem tudok eljönni. Én megmondom, hogy ezt hiányoltam volna, mindig, mikor Horvátországban, mert mindig hozol ilyet. Igen, ez hiányzott volna, nincsen csokoládé. Ez milyen rizses csoki? Ez a rizses csoki, igen, a nagyon híres horvát Mikado csokoládé. Igen. Zseniális, nagyon jó. Rakia. Rakia. Na, mit csinálják? Üljek bele, vagy tudjam meg. Ez mi? Rakia, az a helyi pálinka, mindentől főzik. Leginkább abban most egy fű darab van, és hát, annak, aki ugye nem tud elszakadni ettől az országtól, hoztam egy útikönyvet. Omisból nincsen, de Trogirt nézegessed majd. Biztos van ott világító torony. Igen. Trogirban, de jól néz. És még hoztam valamit, ez pedig helyi termés, szintén, ez gránátalma. Gránátalma! Vigyázz, hozzátok szét, jó? Bocsánat, mi csak egy szappant kaptunk? Igen, meg a csokoládét. Micsoda, a csokoládét? Kaptam csokit. Tessék? Nem kaptál. Hát akkor így gyertek. Ja, viszont kapsz gránátalmát. Vigyázzunk a vonalaidra, most egy ilyen barna vagy, szépen jól nézel ki, most te ne egyél csokoládét. Még hűtőmágnest hoztam neked, Anett, de az otthon maradt, de holnap elhozom. Jó, ja, te hűtőmágnest gyűjtő igen, vagy. Igen. Na, úgyhogy ezek vannak, a sajta zseniális, meg fogtok örülni olyan finom. Ott hoztam egy kisebb darabot, azt vágjuk fel, mit szól. Álljunk neki, gyerekek. Én menne vagyok, hogy tízi mindenki egy fél órában elmond egy sztorit arról, hogy hol volt, és átadja az ajándékokat. Ez jó. Tehát én te mikor jössz, melyik fél órát? Én 10-től vagyok fél 11. Figyelj, egyszer már én is hozok valamit, komolyan mondom. Tényleg, próbáld ki egyébként. Nem rossz érzés? Nem, csak úgy fura. Na, igazad van, Jani, látod, ezért nem kell sehol elutazni. Mert utána nem vagy rosszul. Te ennyi. Tessék. Tök jó. Meg minden házhoz jön, elmesélnek minden, sajtot is kapunk, mi az Istenek vagy nekem. Minek mennél el bárhova? Semmi értelme. De tényleg. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hallottátok, mi történt szombaton? Álmozdony vezetőt fogtak a MÁV-nál? Hát ez nagyon szeretem ezt a történetet. Jogosítvánnyal nem rendelkező álmozdony vezetőt fogtak el szombaton a MÁV belső ellenőrei. Írja egy bulvárlap. A csaló hónapok óta vezette a MÁV vonatait. Kedvenc szakasza, nagyon jó. A Székesfehérvár Budapest útvonal. Na, most néhányan megremegtek azon a vonalon. Jézusom. Most ebben a pillanatban, akik hallgatnak minket. Minden reggel arra utazol. Igen. A belső ellenőrzés emberének nem sikerült igazoltatni a férfit, így értesítették a rendőrséget, őrizetbe vették a férfit, és hónapok óta ugye vezetett már. Valószínűleg azért közlekedett a Budapest-Székesfehérvár vonalon, mert hogy itt már újabb mozdonyok vannak berakva. Nem egyszerűen rajongója volt a mozdonyoknak, hanem szeretett volna egy újat kipróbálni, egy jót, egy menőt. És ezért választotta ezt. És ahhoz már nem engedtek oda bárkit. Tehát jött a belső ellenőrzés, és azt mondták, hogy már belső ellenőrzés, de gondolom ezt a fekete kabátunkból, a kalapunkból, és az egyen nadrágunkból, illetve a fényes lakcipőinkből már maga is kitalálhatta. Mozdonyvezetői igazolványokat kérjünk. És nem tudta felmutatni. Na de várj, indítsuk onnan. Az egy BKV igazolvány, azon nem az a névszerepe. Indítsuk onnan a történetet, hogy hogy leszel te mozdonyvezető, mi kell ahhoz. Tehát egy nap fölkelsz reggel, és azt mondod, hogy szeretnél mozdonyvezető lenni, de mondjuk nincs iskolád. Hogyan indítod a dolgot? Hova mész először? Én mondjuk boltba mennék,
Nem, kimennék egy pályaudvarra. És vennél egy mozdony. Vennék egy rohadt nagy mozdony, és építenék sineket. Nem, kimennék egy pályaudvarra, és megnézném, hogy mibe vannak a mozdony vezetők. Ugye, ha én most jól akarok kinézni, és nem akarom, hogy észrevegyenek. Én lentebbről kezdeném. Mi honnan? Úttörővasút. Úttörővasút? Úttörővasút, igen. Ne, hát először kimennék oda, és akkor hát nem tudom, hogy az úttörővasútnál mi a legalsó grádics, a lépcsőfok, amit meg kell lépned ahhoz, hogy aztán valamikor te is mozdonyvezető lehessél. Hát gondolom, nem a jegyellenőri poszt, hanem az állomás. De most én az illegális vonalat mondom, hogy te nem akarsz végigmenni a Szamárlétrán, hanem te fölkelsz egy reggel úgy, hogy te akarod vezetni a Budapest-Székesfehérvár vonatot. Hát meg kéne tudni, hogy milyen mozdony van ott. Milyen mozdony van. És ahhoz venni egy gépkönyvet, ugye? Tehát, hogy hogyan kell vezetni azt az adott mozdonyt. Hol a netről letöltöd, vagy kimész a... Szerintem simán. De ezek nem töltenek gépkönyvet. Nem. Hogy indít, azt se hát tudod, ez a kérdés. Hogy... Én elmennék, vennék egy ruhát. Ugye? Tehát venned kell egy ruhát. Utána meg kell keres, ki kell választanod a célmozdonyt, amit te vezetsz. Oda már úgy kell oda menned, hogy te tudod vezetni. Tehát az nem jó, hogy van egy ruhád, egy masinista ruhád, besétálsz, és azt mondod, hogy hát én ma nem akarok vezetni, csak úgy megnézném, hogy ti hogy csináljátok, érted? Tehát a szaktudás az a kezedbe kell legyen. De nem tudom, hát ezért nem biztos. Hát mi van akkor, nem tudom, hogy néz ki egy mozdony belülről. Bemész. Nem lehet olyan nagyon sok minden. Elfordítod a kulcsot. És gáztat. És gáztat. És a dolog elindul. Ja, most ne sértődjenek meg, de tényleg szerintem egy repülőgép nehezebb lehet vezetni, mint egy a mozdonyt. Hát a mellékelt ábra is mutatja. Még hogyha valaki érted, bemegy, és akkor mit tudom, bemegy egy Airbusnak a pilóta fülkéjébe, és azt mondja, hogy hát felkapcsolom, ezt felkapcsolom, azt hihé, már repülünk, és jaj, ez már Kuala Lumpur. Tehát, hogy ez nyilván az egy, nem, az egy picit bonyolultabb. Tehát megvan a ruha, akkor kell-e valamilyen biztonsági ellenőrzés, amin át kell verekedned magad? Szerintem például álcázni kell magadat. Álcázni kell magad. Tehát az a pályaudvaron? Azért ennél több kell. Szerintem jó, hogyha szerzel egy vasutas sapkát. Na, egy vasutas sapka. Egy vasutas sapka kell sapkarózsával. Jellegzetes mávos sapkarózsával. Kell egy műbőrtáska elől csattal. Fekete legyen a műbőrtáska, a jobb kezedben pedig kell, hogy legyen szerintem egy szendvics. Nem aznapi, de mondjuk az aznapi az praktikus, mondjuk egy aznapi napilap, lehetőleg mondjuk így a bal oldalról, és benne egy, hogy hívják, egy hatalmas vekniből kent vajaskenyér párizsival, némi uborkával, nem primőrrel. Szerintem az újság nagyon jó vonal, mert az újság, ha hónod alatt van, akkor az azt jelzi, hogy te nyugodt vagy, magabiztos vagy, újságot fogsz olvasni, tudod a helyet, tudod, hogy melyik vágányhoz mész, nem vagy ideges, nem vagy feltűnő. Igen. Nem? Az egy jó újság a hónod alatt. És úgy jó. Kell közlekedned a helyen, mint hogyha ismerős lennél. Tehát szerintem nyugodtan bedob az fiktív neveket. Szevasz Bélám! Margit éni, mindent bele! Hajrá, tiszta legyen a kő! Tehát, hogy így? Oda köszöngetsz mindenkinek. Így van. Ennyi. És akkor mész. Hogyan választasz vasutat? Fölszállsz oda, ahol még nincs bent a mozdonyvezető? Vagy megnézed, hogy melyik indul, és fölpattansz arra? Be kell kerülnöd a beosztásba. Érted? Mert azt mondod, 10.40-kor indul a székesfehérvári gyors, te 10.30-ra már odamész, mert tudod, hogy az egyébként annak a vezetője csak 35-re jön. Oké, de hogy egyszer csak megjön a vezető, és kirángat onnan. Tehát neked odáig el kell menni, hogy rajta legyen a neved a listán, ami az aznap induló vonatok vezetőit tartalmazza. Igen, illetve aki arra a vonatra jön ebbe, amit te álmozdony vezetsz, azt meg ki kell vonni a forgalomba. Hát el kell intézni. Tehát ilyenkor mögött egy gyilkosság van szerintem. Tehát ilyenkor arra kell... Igen, nem, csak egy emberrablás. Arra kell gondolni, majd a MÁV, ha ennek most utána erre is fölgöngyölíti az ügyet, és kinyit néhány szekrényt, akkor ilyen belleokoplacott szájú hátra kötött a mozdonyvezetőt. Mint Enrico Palazzo a csupasz pisztolyban. Kiesni a szekrényből? És hallja a saját vonatát, hogy kigöngyöl. Én ezt látom, hogy az első WC-ben a legközelebb a mozdonyhoz bekötve egy ilyen mozdonyvezető ül oda bilincselve mondjuk a mosdóhoz. Lehúzott gatyával. Igen, megalázva hátulról. Szóval, hogy ha van egy álmozdonyvezető, akkor van valahol egy igazi, akinek azon a vonalon kellene lennie aznap. Tehát akkor őt vagy kivonták a forgalomból, vagy elküldték, vagy félretájékoztatták, tehát hogy ő a bürokráciába is be kell kerülni, így van. Nézzük, fölszállsz a vonatra, de a mozdonyhoz oda már kulcs van például. Én azt láttam, amikor a mávosok ugye fölszállnak, akkor ők a mozdony kulcsal nyitják ki. Tehát el kell lopnod a kulcsot. A lazasság az egésznek a titka.
Ugye 622-es dob már ki a kulcsot, dob már ki 622-est, kösz, szevasz, na, kéz is lábbörés, csákomákó, érted? És akkor így ennyi, és mehet a vonathoz. Ő akkor egy jéghideg profi kellett, hogy biztos legyen. Vagyok benne. Jéghideg nagyon profi, nyugodtan, és nagyon jó kellett ismerni a szervezetet belülről. Figyeljetek, egyébként ez a fiatalember azt olvasom, hogy azt csinálta, hogy a Budapest keleti pályaudvar mozdony felvigyázó helységében telefonon érdeklődött, hogy nincs olyan mozdony, amit a szomszédos vasútállomásra kell vinni, mert úgyis arra van dolga. Így a jármű eljutatását el tudja végezni. Ja, hogy önként jelentkezett, hogy azt mondta, srácok, én már végeztem, de megyek át izére Kökire, nem kell átvinni valami izé Verdát. És ők meg örültek neki, hogy de testvére, mit van, mennyi vigyed. És akkor úgy finoman úgy becsörgött. Nagyon igen. Nagy. Egyébként 25 év körül jó megjelenésű fiatalemberről van szó, mozdonyvezető ruhában. Tehát ő tényleg szerzett ruhát. Most keressük? Nem, ő megvan, ja, már megvan közben. Már, igen, a 8. keleti rendőrkapitányság rendőrei vették őrizetbe. Uh-huh. És mi lehetett az indítatás? Látta az Európa Express-t? Esetleg. Itt van még Jenő velünk, aki bejelentkezett mozdonyvezetőként. Szevasz Jenő, jó reggelt! Hello, sziasztok! Kötött pályás, jó reggelt! Kötött pályás! Na, itt bukhatott le emberünk, hogy nem így köszönt. Kötött pályás, jó reggelt! A feleségem szerint már a gondolkodásom is az néha, de nem csak a látásom. Beteg vagy te, ugye? Kötött pályás, jó reggelt! Nagyon jó! Na Jenő, te melyik oldalon vagy? Vezetett szerinted, vagy nem vezetett ez az ember? El tudta kötni azt a mozdonyt, vagy nem? Nagyon nehéz elképzelni, hogy ő vezetett, mert igazából nekünk van biztonsági kódunk, mágneskártyánk, hogy amit nem kaphat bárki, mert nekünk ezzel be kell ide jelentkezni a rendszerbe. Aha. Azt, hogy följutott mozdonyra, az elképzelhető, bár ugye, hogyha mi elhagyjuk a mozdonyt, akkor le kell zárnunk a fűtőházat, azért meg mégiscsak vannak ott emberek, akik azért észreveszik, gondolom itt bukott le szerencsétlenként. Hát egy lelkes amatőr lehetett, hát följutott. Te most éppen úton vagy? Igen, igen. Merre tartasz? Vagyok. Hát azt nem szívesen mondanám meg. Nem merre, hanem ja, mi nem kötött lehet pályán. Vagy nem, most igazából nem akarom, hogy tudják, hogy most én mit volt, merre járok. Aha. Na, mi te is elkötöttél egyet? Éppen is félsz, hogy üldözőbe vesznek? Ezt a pedált, ezt folyamatosan kell nyomnod, vagy szaggatottan? Ez a ébrenléti pedál, vagy miért? Ébrességi pedál, folyamatosan nyomom, rajt van a lábam. Ha levettem a lábamat, akkor hallgassátok, mindjárt megszól az ébrességi. Hallottátok? Azon. Nem, erre ez nem ébrednék fel. Ez a negyed. Azonnal. Én egyébként már álmomba elkezelném, tehát nem... Fél, dudálj nekünk egyet, kérlek, az olyan jó. A jó életbe! Most két rövidet, nyomás még oda. Ez az! Most hat hosszú! Így van, most a Führerliszt! Én lettem mozdonyvezető egyébként, mert imádok dudálni. Ugye, hogy ugye, hogy nagyon jó? Igen, ott van ugye nem nagyon engedik. A dudál? De figyelj, ez nagyon durva egyébként, amikor így elhaladtok egy-egy állomásra, és picit oda pöccintetek, tehát én állandóan betoljok, komolyan. Ez annyira ijesztő, amikor így bedudáltok egy-egy ilyen átjáróba, hogy ez elképesztő. Én, igen, hát mondjuk vannak pervezzebbek, akik esetleg élvezik is köztük én. Ugye? Finoman oda szoktál így pöccinteni valakinek néha? Hát nyáron esetleg, amikor valaki legénykedik, kiáll a sinekel, és letolja a gatyáját a vonatfelé, amikor odaérek, akkor illik egy kicsit megijeszteni. Kicsit megijeszteni. Na és személy vagy teher? Én most személyvonat vagyok. Én most, érted, én. De nem vezetek, ja, én vagyok a személy. Ja, az IC vonat voltam. IC? Aha. És azt menőbb vezetni, az jobb érzés neked, ha egy intercityet vezetsz? Nem kell sok helyen megállni. Na, és hogy köszöntök el, hogy jó utat, vagy mit mondtok egymásnak? Milyen... Hát, azt mondtuk, hogy balesetmentes közlekedés, vagy eseménymentes közlekedés. Eseménymentes közlekedés. Hát Jenőkém, ezt kívánjuk akkor neked, köszönjük. Kötött pályás, eseménymentes. Igen, kötött pályás, jó kötött reggel. Kötött pályás, szép én napot kívánok. Reggel benneteket szoktalak hallgatni, nagyon jók vagytok. Köszönjük. Köszi szépen. Jenő. Hát, néha furcsán érzek az utasok, amikor megyek a peronok mellett, és tátosztályan röhögök. Azt gondolják, hogy a mozdonyvezető kicsit tütüzött. Erre van, nem szállok föl erre a vonatra. Igen. Jenőkém, köszi, csáó, szia! Stílszerűen köszönj el! Dudáj! Ez az! Hány ember kapott ma szívinfarktust? Szevasz, Jenő! Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
Ez itt a Best of Morning Show. Tényleg dráma van. Dráma van, dráma van. Iko, elszakott expondem. Nem erre gondoltam. Hamisítják a termékeinket. Hamisítják, illetve pontosabban működik egy webshop, és ott morning show-s bögréket, morning show-s pólókat, morning show-s sapkákat, morning show-s kitűzőket árulnak. Mindez egyébként eléggé borsos áron. Mennyi egy póló? A legjobban az bánt, hogy nem hozzám folyik be a pénz. Ugye, hogy ugye? Mennyi a póló? 4300 forint egy póló. Jó minőségű? Vajon? Hát, ránézésre? Hát, hát figyelj, a fotó, régi fotók vannak még, aha. És... hát gyerekek, ezek jogvédett dolgok, ez nem úgy van, hogy ezt fölrakod, rányomod, hogy morning show, és nincs ezt árulod. Nincs morning show-s pólunk, csak mondom. Érted? Tehát nem hamisít az ember. De a logó, a név, a morning show, a brand, hát azért az minden jogvédett. Tehát ez ezeket nem lehet csak úgy feltenni egy pólóra. Hol vagyunk? Kínában? A póló, az elhiszed, hogy kínai a póló? Hát és lehet, hogy ott lehet is csinálják egyébként. 5 forintért csináltatja az arc. Személyesen az ország 5 pontján szállítás, fizetés, e-mail, gyerekek. Személyesen 5 ponton tudod átvenni? Igen. És leosztották különböző, te Alföld, Kis Alföld, Dunántúl. Hát de most csak engem bánt? Most titeket, hát a te pénzed. De most ez titeket nem bánt, hogy most árulják tényleg a bögrét, a sapkát és a pólót? Jogvédett termékeket rajta árulnak? Rajta vagyunk mi? Rajta vagyunk rajta, arccal? Rajta vagy te is. Na így most van. Már aha. Érdekel. Rajta vagy na te most is. Már büszke az vagyok. Neked is pénz, Jani, csak mondom. Igen? Hát persze, az arcod van ott. Jó, de mit tudsz csinálni? Most hát írunk, sok minden. De most írunk neki egy e-mailt, hogy kedves X, ha nem szünteted meg azonnal a logónk használatát, lesz, akkor kapsz. Meg leszel büntetve. Lecsap rád, Blázió. Mintha egy jogász fogalmazta volna ezt a reggel. Mint ha ezt egy jogász írta. Hát hogy mit? Felhívod és elmondod, hogy jogsértés követ el. Látsz céget? Látsz embert? Hova mész? Hello. Van telefonszám, hívjuk föl. Hogyne volna. Na. Nézd, kapcsolat. Kapcsolat, tessék, ki telefonál? Már hogy én fogom hívni, ki beszél? Beszéljek én? Persze, ki legyek? Ki vagyok? Legyél, mit tudom én, mondd azt, hogy Berecki Zoltán. De megismeri a hangodat. De nem kell bemutatni, már mondj hát, jó. Mit? De el tudom úgy változtatni, tessék, jó. Figyelj. Mondjuk, Blázió. Kovács Péter. Ez most így én vagyok? Ja, persze, hogy én vagyok. Legyél, mutat. De most még egyszer, most zavarba jöttem. Jó napot kívánok, Bögrécer. Várj, ez nem jó így. Ez te vagy. De mi legyen a név? Jó napot kívánok, Morning Show-s bögrét szeretnék venni. De mondjál nevet, mert ezt hitelesít a saját magad. Idegen nevet, mondd azt, hogy Blázió Magnifico. Jó napot kívánok, Risotto vagyok. Risotto? Nem, de az Otto nem Pista. Jó. Az Otto nem jó. Hát az te vagy. Jó napot kívánok, Nagy Árpi vagyok. Aha. Az jó? Mondja sokszor. Kis Pista. Nagy Árpád. Nem pistázod le, Kis István vagyok. Kis István. Kis István. Jó. Jó napot kívánok, Kis István vagyok. Szeretnék venni Morning Show sapkát. Sapka? Sapka. Igen. Hát az. Jó, szerintem meg vagyunk, hívjuk. Jó, megvan. Ne gyerekek, nem úgy van, hogy csak így áruljuk ezeket. Hát hívjuk föl és buktassuk le, vagy beszéljünk vele. Na. Hogy kell kezelni ezt kicsit a telefont? Kicsit lejöjjön, simléderes sapkát, így mik ezek kicsit a gombok? Annyira le fog bukni az első pillanatban. Jó napot kívánok. Haza el fog röhögni. Vedd ki, vedd ki az el fog röhögni. Vedd ki az zenét. Mondd azt, hogy Makóról telefonálsz. Hűvi. Tényleg jó a Makó. Halló, Horváth László, Mikó. Halló. Halló. Horváth László, Mikó. Jó napot kívánok. Kis Pista vagyok. Na, hallgatom. Mi ugattam? Nem bírom. Ki az, aki nem röhögjel? Ne pistázz. Az én városom. Laci. Laci? Laci. Laci, gyere. Laci, te nem mered. De már. Kis István vagy.
Lehet kis Laci. Gyerekek, ez nem játék. Valakinek fel kell, én elröhögöm. Ez nem bírom egy sem. Képtelen, folyik a könnyen. Megpróbál még egyszer? Jó, még egyszer. Még egyszer. Jó. Mondd azt, hogy csak, bocsánat, az előbb eszembe jutott egy jó víz. Eszembe jutott egy jó kis víz. Majdnem eszültöttem, igen, de rájöttem, hogy ismerem. Na. Aj, gyerekek. Ne kis Pistázz, a Pista nem jó. Menjünk ki mindannyian, maradjon bent egyedül. Azért, azt mondom. Az a baj, el fogja röhögni, hogyha itt vagyunk. Jó, menjetek ki. Jó, akkor hallgassátok a kinti rádiót, menjetek ki. Kis István Makóról. Ki? Na, hívjuk újra Zsül. Becsukták az ajtót. Ne álljatok ide szembe, hát így nem. Ne várj. Az 0, 6, 30. Ja, nem mondom be. Na, megnézzük. Halló, jó napot kívánok, Kis István vagyok. Jó helyen járok? Bögrét szeretnék rendelni. Hallgatom, mit szeretne? Láttam itt a Honlapon ilyen bögréket. Morning Show-s bögre, meg póló, sapka, ezekből szeretnék vásárolni többet. Lehet? Hát jó, ott a interneten keresztül kell megrendelni. Interneten keresztül? De ez az ön oldala? Hogy kérdezem meg. Hát nem, én is a cégnél dolgozom. Többen dolgozunk a cégnél, hát mikróról van szó. Aha, és ezeket meg lehet rendelni, és akkor házhoz hozzák? Hát egyedibe gyártjuk rendelésre, egy nap alatt legyártjuk, és akár házhoz szállítjuk, ajánlom ott a kapcsolatnál a szállítás és fizetés. Értem. Uh-huh. És milyen fotó van a srácokról? Olyan kicsibe látom, hogy ez melyik kép róluk, vagy milyen kép? Nem tudom, hogy milyen termék, nagyon sok termék van fönt, hát nem ismerem őket. És ezeket dedikáltak a srácok által? Aláírtak? Már milyen, nem tudom, milyen képek ezek. A Morning Show-s bögre, hogy ezek aláírt póló-e, aláírt a sapka-e? Nem, egyik sem. Uh-huh. És rajta van a logó is, a rendes Morning Show-s logó, mert én olyat szeretnék a gyereknek. Hát ha van ott fönn a honlapon ilyen, itt akkor... Itt látok ilyet, igen. Itt van ilyen... Hát akkor be kell tenni kosárba. Berakom a kosárba. Uh-huh. És meg kell adni, hogy hány darab, utána a kosárba meg kell adni, hogy szállítás hogy történjen. Megfizetés, hogy történjen. Az hadd kérdezem meg, hogy makóra szállítanak? Persze, minden makóra szállítanak. Jó, mindenféleképpen. És ő mit csinál a cégnél, azt hadd kérdezem meg? Én a cég tulajdonosa vagyok, most én vagyok az ügyeletes vevőszolgálat, vagy a vevőszolgálatos hölgyszabadságon. Uh-huh. És mióta árulják ezeket a sapkákat, pólókat, bögréket? Régóta? Hát mi ezzel a tevékenységgel foglalkozunk, hogy most ez a Morning Show ezt kitette föl, és hogy tette föl, ezt nem tudom. Lehet, hogy jogvédett, és a bejönrendelés akkor le kell vennünk, mert aha. Időnként ellenőrizzük azt, hogy mik kerülnek. Aha. Tudom, na, akkor elmondom, Sebestyé Balázs, hello Morning Show, hello, itt a Jani meg a Feri is, ciao, hello. Szóval igen, de örülök, hogy te vagy a cég tulajdonos. Figyelj, te tudod, hogy ezzel jogsértést követtek el? Hát jelezzétek és levesszük. Jelezzük és leveszitek? Persze. Ja, hogy csak akkor van jogsértés, ami ezt jelezzük? De hát te is tudtad eddig, hogy ez jogsértés. Hát az, aki föld, én nem tudom, mert én ezeket... Hát ezek jogvédett fotók, jogvédett logó, hát ez visszaéltek egy brenddel, amivel egyébként semmi közöttök. Hát nem én élek vissza, hanem az, aki azt mondja, hogy az elő rendelkezik. Valaki miért? Azt állít... De cégtulajdonosként a te weboldaladra simán rá lehet tenni egy bármilyen logozott terméket? Hát a legegyértelműbbeket azokat mi levesszük, uh-huh. Föl lehet tenni egy terméket, aláírja... Hát te az oldal tulajdonosa vagy. Én az oldal tulajdonosa, aláírja az, aki a galéria, ott van, uh-huh. Hogy ki a galéria, hogy ezzel ő rendelkezik, ha ebben ő hazudik, és te ezt megkifogásod, akkor azonnal... Jó, élőadásban majd csak mondom, ez egy teszt volt egyébként, mert kíváncsiak voltunk rá, itt Jani kiszúrta korra reggel, hogy ki az, aki a mi logónkat, pólónkat, fotónkat egyébként meglehetősen szemtelenül, úgy is mondhatnám, hogy pofátlan módon, egyébként nyilván egyértelmű üzleti szándékkal értékesíti úgy, hogy ő ezt rányomja, és aztán eladja, ehhez se a birtokában nincsenek ezek a termékek, a jogok, semmi tulajdonképpen. Mm-hmm. Tehát, hogy én értem, hogy ti akkor az oldal vagytok, igen, és itt ezen az oldalon keresztül bármit lehet értékesíteni. Tehát ti a felületet biztosítjátok. Mi a felületet biztosítjuk, és az, aki föltölti, az vállalja jogilag, hogy ezzel ő rendelkezik. De ebből nektek bevételek származik, nem? Hát származhat bevételünk nekünk. Hát származik bevételetek, ha igen, az értékesítés után gondolom, nem?
Hát ha volt belőle értékesítés, akkor származhat hát belőle természetesen. És egyébként ez az oldalt, vagy ilyenkor nem kértek be nyilatkozatot, hogy ő valóban a tulajdonában van annak, amit ő egyébként, tehát bárki feltehet bármit és árul, nem. A lényeg, hogy nektek ebből bevétel legyen? Nem. Hát ő nyilatkozik arról, hogy ez az ő tulajdonában van. És ti kaptatok egy nyilatkozatot, hogy ez az ember, aki ezt feltette, hát, egyébként nyilatkozott arról, hogy ez az ő tulajdonában van, mint a Morning Show logó, a védjegy. Hát az általános szállítási szerződési feltétel legben benne van, hogy mindenki csak olyat tölthet föl, amivel ő rendelkezik. Aha. Mert hát elvileg csak a felületet ilyenkor adod ennek a dolognak, nem a tiéd az üzlet. Nyilván nem, hát vannak itt pólók, bögrék, telefon, elektronikai kiegészítők, igen. Ez arcpirító egyébként, szóval, hogy azért ez azt gondolom, hogy ezzel a ti felelősségetek is lenne, tehát, hogy ennek utána nézzétek, bekérjétek, vagy ha ő bekértétek, és ő ezt odaadta ezt a nyilatkozatot, akkor itt viszont, hát az meg már egy másfajta ügy. De ha ezt meghamisította, hogy eznek ez valóban a jogában van, mint védjegy, mint logó, hát ez nincs a tulajdonában. Tehát, hogy ez egy védett márka, egy védett brand, ezt nem lehet pólóra rátenni. Ez fura, hogy ti ezt egyébként meritek, vagy tudjátok árulni. Hát de én nem tudok minden, több ezer grafika van fönt, én nem tudok minden grafikát tételesen ellenőrizni. Tételesen nem, nyilván, de ha egy brandről van szó, egy ismert országos rádió brandjéről, akkor annak azért utána lehet nézni, vagy meg lehet kérdezni még a rádiót, hogy tudunk-e erről, nem? Én nem, elsősorban nem téged hibáztatlak, csak azt gondolom, hogy nektek ebből anyagi érdeketetek van ugyanúgy, amit a Jani mond, ebben igazad van. Ebben egyébként gyártáskor mindig fokozott ellenőrzés van, tehát rendelnek is belőle, és nagyon gyakran visszautasítunk. Mert azt tudom, hogy egyébként, hogyha mondjuk itt több ezer termék van ezen az oldalon, ilyen alapon akár például tiltott önkényuralmi jelképekkel ellátott, hogy a pólókat, ajándéktárgyakat is lehetne vásárolni. De miért mondtad azt, hogy egy nap alatt legyártjátok? Hát mert egy nap másnapra szállítunk. De ti gyártjátok ezeket a termékeket? Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyen. Én kérdeztem, hogy van-e póló, és azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Akkor ezeket ti gyártjátok? Igen, ezt mi gyártjuk. Ti gyártjátok a pólót és rányomjátok, hogy Morning Show? Nem a pólót gyártjuk, hanem mi nyomtatjuk. De azt mondtad, hogy te csak a felületet biztosítod, hát akkor ez egy kicsit teljesen más. Hát azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok, akkor ti nyomjátok rá egy sima fehér kínai 200 fontos pólóra a logónkat? Hát olyan pólóra, amilyet választ valaki, hogyha ti rendeltek és nektek... De hát akkor ti követitek el a jogsértést? Hát hogyha legyártjuk. Hát te azt mondtad, hogy egy nap alatt legyártjátok. Mm-hmm. Hát az, amit valaki a honlapon megtervez, rengeteg iskola, jazzklub zenekarnak a pólói vannak fönt, amik az övéké, beágyazzák a saját oldalukra, teljesen jogszerűen használják ezeket a dolgokat, és mi szállítjuk az ő rajongóiknak a pólókat. Hát akkor ezt ti nem csak szállítjátok, itt nem arról van szó, hogy egy gyár rajtatok keresztül, ti mint szállító cég vagytok, egyfajta, nem tudom, kézbesítő cég, ti ezeket gyártjátok, tehát ti elkövetitek a jogsértést, nem? Tehát azért jogsértést követtek el, ha ti rányomjátok a logót, tehát egy levédett logót, én rányomom egy pólóra, és azt én eladom, és abból nekem üzleti érdekem van, és abból én keresek, akkor én az a jogsértést követtek el. Csinálok egy, nem tudom, X brandnek a pólóját, és azt én értékesítem, az jogsértés. Hát én most azért érted, hogy miről beszélek? Azt mondtad, hogy szállítjátok, aztán most kiderült, hogy ezt így gyártjátok is. Hát de ez senki nem titkolja, ahol napon fönt van, hogy mit csinálunk. Hát ez nem... Hát azért, mert eddig senki nem lépett föl ez ellen, nyilván. Hát de... Mi, amikor mielőtt gyártunk, előtte ellenőrizzük fokozottan annak a dolognak a jogvédettségét, és ha valaki olyan rendel, ami jogvédett, akkor lesz egy gyártás. Aha, ez a fokozott ellenőrzés, ez nem arról szól, bocsánat, hogy nektek be kell mutatni egy olyan hivatalos dokumentumot, ami azt igazolja, hogy az a bizonyos logó, amit ti felraktok egy pólóra, azaz annak az embernek a tulajdonát képezi? Tehát itt egy hivatalos iratot nektek látnitok kellett volna. Ha nem láttátok, akkor nem ellenőriztétek. Figyelj, ebből rohadt nagy bajt fog csinálni. Az egészen biztos. Tehát ebből nektek nagyon nagy balhétok lesz, mert erre ugrom. Tehát ez a mi munkánk, ezt mi tettük össze, ezt a brandet mi építettük föl, ha ezen valaki kereskedni akar, és ezen valaki keres, és kereskedelmi célra használ egyébként egy jogvédett terméket, persze, hogy igazam van. És nem csak szállítjátok ezeket a pólókat, amit egy harmadik cég legyárt, hanem ti követitek el a jogsértést. Vagyis ti vagytok azok, akik egyébként jogvédett terméket hamisítanak, és erre minden cég, minden brand, minden márka egyébként ugrik. És ezt én sem fogom hagyni, és mi sem fogjuk hagyni. Hát de nem gyártjuk le, ha jelzett. Vagy fizetsz jogdíjat utána, megállapodás szerint, te rányomod, és van egy hasznod a póló, nem tudom, 100 forint az 1000 forinton. De ez egy szerződés és egy megállapodás kérdése. Amit csináltak, nem csak etikátlan, hanem egész egyszerűen törvénybe ütközik. Tehát több, mint etikátlan. Csendesen jegyzem meg, hogy nem csak a legyártás az, ami a jogszabályokba ütközik, hanem az is, hogy te ezt felraktad az oldalra. De én nem raktam hát föl. Hát kirakta föl. Az, aki a galéria tulajdonosát. Nyithat valaki egy publikus galériát az oldalon.
és ő rakta föl a terméket. Hát az oldala felület, ami közzé teszi. Az oldala oldal. Miénk. Hát, de ő rakta föl, ha ezt valaki megkifogásolja, akkor azonnal leveszem, hogy jobb ütlenek. És abban jöttek te akkor pénz, akkor miért nem utaltátok át nekünk? Mert én nem tudom, hogy az a morning show, nem vagyok. De azt mondtad, hogy te nyomod rá? Tehát itt valami nem stimmel, mert hat dolgot mondasz hát egyszerűen. Ő azt állítja, hogy az övé a logó, és ezért ő kap jutalékot. Aha. De ki, az, én nem találok ilyen galériát, már ne haragudj. Hát ott van jobb oldal, az, hogy ki a galéria tulajdonosa. És ha most holnap kérek tőletek 30 darab Nike pólót, akkor megcsináljátok? Nem. Miért nem? Róla már kettő egyáltalán nem csinálom. Ja, mert miért? Mi a különbség? Hát mert abból egyértelmű. Nem. Ez is brand, ez is jogvédett, az is jogvédett. Holnap kérek 3 Adidas pólót, 3 Puma pólót, nem csináljátok meg? Nem, mert brandet, tehát ruhabrandet egyáltalán nem gyártunk. Na jó, de ja, hogy ruhabrandet nem. Valószínűleg van még egy-két. Arról egyértelmű, hogy nem lehet az övé. Nem biztos, mert én azt gondolom, hogy azért van egy-két olyan ruhamárka, amiről még nem hallottál, vagy nem láttad a logóját, akkor hát ezek szerint ezek, tehát a közismerteket nem, a kevésbé ismerteket igen? Hát. Ha most valaki egy ausztráliai ruhamárkát összevadászta az internetről és legyártatja, és én azt nem ismerem, és ő azt állítja, olvasd el az ASF-ünket, ott van az oldal alján. Ha ő azt állítja, hogy ez az övé, nem tudok mindent ellenőrizni a világban. Igen, csak attól, hogy te kijelented, hogy nem válasz ezeket felelősséget, adod a felelősséget. Én nem mondom, hogy nem vállalok ilyen felelősséget. De mi a különbség a Nike, mint ruhamárka, és egy műsormárka? Mi a különbség? Nem értem. Jogvédettség szempontjából semmi. Hát akkor, és az egyiket csináljátok, a másikat nem? Akkor azért nem csinálod a Nike-t, mert az törvénybe ütközik. Tudod te is, hogy törvénybe ütközik. Tehát törvénybe ütközik a Morning Show is. Tehát jogsértést követsz el? Nem ennyire egyértelmű? Az egyik oldalról tudod, hogy jogsértést követsz el, a másik oldalról nem tudod? Nem, hazarjál, légy szíves. Most de nehogy már te még ezt engem kioktassa. De ha végig hallgatsz nyugodtan, igen? Akkor neked is egyértelmű lesz, hogy az ASF szerint, aki föltölt valamit az oldalra, az vállalja a felelősséget azért, hogy az a logó vagy brand, azzal ő rendelkezik és használhatja. Hogy tudjuk utolérni azt, aki ezt föltöltött? Azt honnan látom az ő nevét? Tehát én most benne vagyok az oldalban, rámegyek a Morning Show-s bögrére. Igen, nekem megvan az e-mail címe. De te gyártod ezeket? Hát én gyártom. Akkor ezeket. Elmondom, hogy mi a helyzet. Tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy neked, mint gyártónak a minimum az egyébként kutya kötelességed megkérdezni, és engedélyt kérni, és tanúsítványt kérni, hogy ez egyrészt kinek a birtokában van, gyárthatod, nem gyárthatod. Tehát ez nem így van egyébként, hogy bármit legyárthatsz, amiről te is tudod egyébként, hogy egy brand, egy logó, egy márka. Ez nem így működik. Hát neked meg kell keresned a rádiót, kell kérned egy nyilatkozatot, el kell mondanod, hogy te ezt gyártanád, el kell mondani, hogy neked ebből anyagi hasznod van. Nem? Nem ez az útja, módja, nem ez az elítézési módja? Olvasd el az ASF-et, abban benne van egyértelműen, hogy aki feltölti, aha, az nyilatkozik nem arról, hogy ezzel ő rendelkezik, ezzel ő hazudott. Ha bárki ez ő nyilatkozatára azt mondja, hogy nem igaz, akkor én azonnal intézkedem. Leveszem a terméket a honlaptól, és jobb itt a rendelésség nem lesz. Jó, beszéljünk adás után mindenképpen. Jó? Jó. Oké, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao. Hello. Hello, ciao. Akkor is gyerekek, ez okosan ki van találva egyébként ezzel a dologgal, hogy én csinálok egy kamu e-mail címet, ne, saját magamnak, és fölregem. És utána bárki bármit fölreg, persze. Hát Isten, jaj, nem igen, tudtam, ezért ez sok sebből vérzik egyébként. Igen. Vérző, de okosan ki van találva. Milyen hát jót nevettünk az elején, azt most. Figyelj, egyébként a félreértés ne essék, szóval engem nem az 5000 forint bánt, és itt írják néhányan, hogy jaj, most kiveszik a zsebünkből, nem. Ha mi nagyon meg akarnánk ezen annak gazdagodni, akkor egyébként lenne egy webshopunk, és már megcsináltuk volna, direkt nem csinálunk ebből webshopot egyébként, és nem is akarunk azon kereskedni, hogy tőlünk meg lehessen venni egy bögrét 2000 forintért. Egyébként baromi jól keresnénk belőle, mert 100-szor több bögrét, mi 600 forintból le tudnánk gyártani, nyomnánk rá egy Morning Show-s logót, és keresnénk bögréken 1000 forintot, és eladnánk belőle 50 vagy 100 ezeret, működtethetnénk webshopot. Nyilván mi is átgondoltuk, mi azt gondoltuk, hogy nem ez az útja, módja annak, hogy mi mondjuk pénzt keressünk azon. De ha valaki felépít valamit, összerak valamit, mindegy, hogy az 500 forintot keres, vagy 1000 forintot keres, itt nem ez a lényeg.
Nem? Így van. Hanem munkát tettél bele, energiát tettél bele, ha téged megkerülnek, és téged megpróbálnak átvágni, és a te brandeddel, márkáddal egyébként teljesen észszerű haszonszerzés céljából, nem észszerű és nem elfogadható haszonszerzés céljából valaki anyagi előnyökre tesz szert, annak egy márka se örül, egy brand se örül, senki nem örül, és nem érdekel, hogy egy bögre ment el, vagy öt bögre ment el, vagy tíz bögre ment el. Jogtalan használja. Gagyi minőséget csinál, rossz minőséget csinál, rossz logót tesz föl, ez a mi márkánkat, a brandünket leépíti, én látok egy ilyen pólót, és elhányom magam, és azt mondom, hogy Jézus Mária, soha nem csinálnék ilyet, és nem csinálna ilyet a rádió promóciója, és nem csinálna ilyet mondja, a rádió. Hogy a Morning Show igénytelen szemet egyáltalán. Így van, tehát, hogy itt azok, akik azt gondolják, hogy ez most arról az 1000 forintról szól, azok gondolják ezt a dolgot tovább, hogy mondjuk ők, mint rádió, mint médium fölépítenek valamit 5 év alatt, ahogy egyébként egy sportszermárka is, és valaki a hamisított terméket egyébként utána a határon föladja mindenki lábára, nyilván azok is, ők is bezuzatják, mert nem járulnak ahhoz hozzá, mert van egy érték, egy brand, amit ez a dolog képvisel. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Megfejtettük, gyerekek, megfejtettük az időeltolódást. Megírták sokan, ezeket eszembe se jutott, de biztos így van, hogy az online adás csúszik. Miközben akkor viszont nem keveset, ennyit csúszik egy online adás, 4-5 percet is akár. Hát, Tehát most ebben a pillanatban még az online-osok azt hallják, hogy kivel szeretné játszani? Ja, tényleg. Ferivel. Mi Ferivel? Legyen a Feri. Most ezt hallják az online-osok? Simán. Mert mi már ugye megyünk el hírekre, de ők még 2 percig a játékot hallgatják? Most még valójában nem is dőlt el a játék. Még behúzhatod, Feri. Még... Gábor, itt vagy? Feri, online-on még bevereted. A csapjál oda, ott még jók lehetünk. Az élőadást elvesztettük, de online-ban még oda tudod tenni magad. Tehát most nyugodtan beszólatok az online hallgatóknak, úgyhogy elmegyek reggelizni, csak 5 perc múlva fognak anyára. Csak látod majd az SMS-eket. Nagyon durva egyébként. Tehát, hogy látok most valamit, ami felzaklat, például... Jaj, mi az ott? Mire na, ezt hallják, addigra én már megnyugodtam. Addigra teket be már majd nem vagy. Azt mondja, hogy morningshow.hu. Meghallgatjuk saját magunkat. Én most erre kíváncsi vagyok, hogy mennyit csúszunk. Azt mondja, morningshow.hu. És ott van, hogy élőadás. Ott nem még zenélünk. El. Nálunk zene van. Az az igazi múlt. Ez 10 perce volt. Ez 10 perce ment. Le kéne cserélni a telefont. Hát gyerekek, nem, ami Androidon 13, az iPhone-on csak 2. Na várjál, akkor megnézem én is, várjál, megnézem. Figyelj, kinek van előrébb a telefonja, jó? Na, tehát nálad zene van. Jani, ne kapcsolj. Nem. De melyiket a Morning Show app-et nézted? Persze. Na, élőadás. Kicsi telefonom, ne hagyd cserben, Majd be tudsz kapcsolódni, igen. Hozd a szöveget, Oké? Okay? A rohadt életben. Kapcsold be te is. Nekem ennyi sárt. Ugyanott vagyunk. Most nekem is elindult. Hallgassuk már meg magunkat, hogy mit mondtunk az adás elején. Úgy érzem, mintha belennék tépve. Várjál, mondd az pontos időt, és akkor tudjuk, hogy mennyi jó, késik. Jó, na figyelj, mondok pontos időt, figyelj. Na. Hát akkor nem csodálom, hogy írnak, hogy 10 perceket késünk. És minél messzebb vagy, annál tovább késik? Tehát ha valaki Sydney-ben hallgat minket online, akkor az még a jáksót hallgatja? vagy hogy vagy, a csiszár szól még Sydney-ben? Vagy ez hogy van? Jézusom, én már semmit nem értek. Ugye ez tök izgi egyébként, de teljesen jó. Tehát ez a zene most indult, ha még csak most vagyunk a gitárszólónál. Tehát itt, amikor bekapcsolódtunk, akkor még az a zene eleje volt. Ez egy 2013-as zene egy. Atya Isten. Mindjárt jön a szignál. Még azt meghallgatjuk? Hát mondjon a Balázs egy pontos időt, és akkor ahhoz már, hogy online-ban. Figyelj, mindjárt meg, megvárom. Hogy szól? Dolby. DTS. Nem akarok megbántani, de azért milyen jobban szól. Mutasd. Miért szól? Mutasd. Tedd oda. Tényleg ez a jobb? Na, akkor mutatom az enyémet. De ocska. Hát azért értem, hogy erőlködtök ott azzal a nyomorult androiddal, de hát azért ezt a Dolby-t hallgass meg. Dolby. Figyelj, egyáltalán mi online-ba beköszönünk? De. Nagyon remélem. Tehát elhangzik beköszönés, vagy az online adáson csak zene megy? Figyelj. Mindjárt mondod az időt. Figyelj. Figyelj. Hangerőt felzekerni.
Milyen hülyék, hogy le vannak maradva. Milyen gagyik. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 13 percet legalábbis itt nálunk. 13? Akik most még zenét hallgatnak sokáig, azoknál majd nem ennyi lesz. Ott vagyok a múltban. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Nagyon durva. Ott vagyunk a múltban, srácok. Körösi Csoma Sándor úton vigyázott, mert a buszából szedik ki az autósokat. Ez a... Akkor ezért nem jelentkeznek nagyon sokan, akiknek beszólunk élő adásban. Mert az ismerős oda telefonál neki, hogy fia, most beszélnek rólad a Morning Show, elképesztő. Iszonyú durva. Úgy kiosztanak, tekerj oda. Oda teker, és így hol, mikor, sehol. Hülye vagy? Ezt hívass már. Hát gyerekek, tehát ez azt jelenti, hogy mi 9 óra 53-kor elköszönünk, és még 10 percig ott vagyunk az online adásban? Hát, tehát ha valakinek valami nagyon durvát beszólok és az online hallgat, akkor én átléphetem a határt anélkül, hogy megtalálna. Tehát én most itt beszólok, autóba ülök, elmegyek, és mire ő online meghallgatja. Így van. Így van. Addigra én már te valahol... Te már csekkolsz be Liszt Ferencen. Én addigra már tudok menekülni, igen. Birsalma. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy tényleg, ha mondjuk valaki Franciaország, Finnország, vagy mit tudom én, Peking, Ázsia, Tokió, de rengeteg helyen hallgatnak bennünket. Hogy írjanak már azok, hogy egyrészt honnan, körülbelül most mit hallanak. Jó, hogy mennyi csúszunk, hogy én nem értek ehhez, tehát technikailag nem vagyok jó, de hogy ennek van egyfajta távolsági függvénye? Szerintem nincsen. Mert miért lenne most is 8 percet késett, és itt vagyunk Magyarországon? Aha. Na de máshol is ennyit késik egy online adás? Hát, hogyha igaz, amit írtak a Musicról, hogy ott 6 másodperc, akkor ő nekik nagyon közel van a műhoz. Ki van most a Music FM-be? Bence? Minimi? Meg... Kapcsoljuk őket adásba, és nézzük, hasonlítsuk össze az ő online-ukat. Jó. Jó. Várjál, az, hol van itt a Musicon az online? On-air, ez az online adás, az, hogy on-air. Hallgass online, nyilván ez az. Figyelj. Svédországból 2 perc. Igen, Balázs, te nem szoktál elkésni, csak online érkezel. Egyébként ugye? Tényleg. Igen, te ahhoz képest ti ezt otthon bekapcsolod az online, hát még ez az ötös hírek volt, ráérek. Na figyeld. Nem tudok rá több hangot adni. Az önindítók. István Dániel, Hordán Petra és Istenes Petra. Most ők csak jelenek. Jó reggelt mindenkinek, 5 perc múlva 7:30. Bence Duna Varsányban, azt tudjuk, hogy jó, 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 Bence, közben már itt kapjuk az SMS-eket, hogy hol találnak meg téged, lányok jelentkeznek, hogyha másnap a te kezedet kér, nénik már megjelentek, kis stokival, ott vannak a környezetben. Mi történik most? Ahó, Dani, ahó! Hallasz puspinket? Na kérlek szépen titeket, egyelőre Bence! Kapaszkodjatok meg, fogja mindenki kapaszkodni meg, fogja meg, fogja meg, és hadd elkövetni történt. Képzeljétek el, mi történt most? Vége? Semmi kérlek, titeket, még mindig itt állunk, és ugyanúgy várjuk. Szakítottak. Na jó. Na, hihetetlen, hogy ott is van nevettető ember. Haló? Ki az? István Dani? Egyszerre. Jó, oké, csak adásban vagyok. Köszi, Sanyi, adásban vagyok. Oké, szia, Sanyi. Közben engem kivogatnak az ismerősem, hogy egyszerre megy, totál egyszerre megy. És Sanyi hívd az online-on. Vagy legyen náluk is késés, vagy csinálják meg nálunk a késést. Nem csúszhatunk 8 percet, hát ez egy, hát figyelj, ez múlt század. Hát ez egy időutazás. Hát érted, itt elmegyek, valami történik velem, elüt egy busz, és én még online beszélek. De még 8 miközben percig már, ti már itt engem újra éreztetek a sarkon. Hol vagytok itt? Még a Danubius rádió szól, üsz Tamás. Akkor most már tudom, miért maradok le minden reggel a buszról 8 perccel. Én meg a sofőr cittam, mire kis Pityú. Lehet, hogy tőletek félnek, hogy valami olyat mondtak, amit nem szagos, és legalább az online-ban ki tudják sípolni? Ez egy hallgató. Tehát lehet, hogy főnökeink úgy cenzúráznak bennünket, hogyha már azt mondják, hogy élőben nem tudnak itt ülni és megnyomni egy piros gombot, ami ugye kiléptet minket a megszólalásból, legalább az online adást cenzúrázzák? Így van. Mm-hmm. Legalább az országból ne kerüljön ki. Mert tudod, ami egyszer rajta van az interneten, az örökké rajta van. Igen. Tehát eltüntethetetlen az internetről valami. Hmm. Tehát akkor itt valaki élőben vág, és az online-ra, az online streamünkre már egy vágott megy ki. Figyelni kell. Lassan megérjük, hogy a Wundersön sem élő, és itt is levesznek minket az élőről. János. Az egy hónapon belül 2 műsorra vesznek le élőbe. Az is média történelem. Csinálj utánunk valaki, ha tudja. Ezt tessék utánunk csinálni. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik!
hatodik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Megérkezett Zsuzsák Balázs, hello Balázs, jó reggel! Kivárunk, hello! Ciao. Na, egy kicsit mesélj nekünk olyanokról, amit mi nem tudhatunk. Milyen volt az edzőtábor, bárhol laktatok, ugye, álltok elképesztően jó körülmények között. Mit csináltatok, hogy pihentek, ki megy el legkésőbb aludni, kit kell lefektetni, ki az, aki renitens, hányan vagytok egy szobába, hogy kell ezt elképzelni? Most azt mondom, mindenki egyedül lakhatott. Én azt mondom, ezt a kapitán nagyon jó kitalált, és nagyon jó átgondolta azt, hogy ugye azért, ha úgy nézzük, május 7 óta folyamatosan együtt voltunk. Tehát ez két napos megszakításokkal is sok. De viszont nagyon-nagyon jól éreztük, és ez volt szerintem az egyik alapja, hogy szinte csak a reggeli ebéd vacsoránál találkoztunk a játékosokra egymással, vagy úgymond a masszázszobába. Tényleg hihetetlen, nagyon-nagyon szép hely volt, egy ilyen golfcentrumban voltunk, bungalószerűségekben laktunk, és ugye golfkocsikkal mentünk éppen, ahova szerettünk volna eljutni, mert azért nagy volt a távolság. Minek egy saját golfa? Nem, hát úgy, vagy lehetett hívni, vagy sétálsz éppen, ki mit választott, úgyhogy... Ez adva volt, mi játékosok nem vezethettük, ez az ki volt adva, hogy az ilyen is. Hát pedig az ugyan, mert senki nem kötött el egyet, csak kicsit egy fél órára. Nem, hanem volt viszont a hotelen belül egy ilyen quad, mert ugye is akkor kimentünk az erdőbe csapatni, és ott tényleg balesettől kezdve kerékkitörés, tehát ott mindenki kiélte magát, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Aztán tényleg úgy... Három ősz hullott el. Ő is volt, ő azt mondták, hogy ő másik brigádban volt, mert úgy volt, hogy aki meccs után játszott, az másnap reggel ment, a többiek azok edzettek, és ugye ő abban a csoportban volt, akik edzettek, úgyhogy belünk csak másodedzők jöttek. De aztán mindig fakultatív volt a reggeli, 10-10.30-ig attól függ, hogy éppen hogy játszottunk, vagy hogy volt meccs, és általában délután voltak edzések, egy 5 percre voltunk busszal a szállás, vagy a pályától, folyamatos rendőri kísérlet, tehát nem úgy volt, hogy kitaláltuk délután, hogy na, akkor most nem 5-kor edzünk, hanem 3-kor, hanem tényleg olyan fajta biztonság és szervezettség volt az egész, hogy egy-egy edzésünkről 150 ember tudott, tehát ez rendőröstől a pálya gondnokig, tehát nem lehetett, hogy ugye a kapitány híres arról, hogy szeret úgy dolgokat megváltoztatni, hogy oké, akkor most mehet az egyik brigád, a másik meg majd, hogyha lefutott, és ez most abszolút nem így működött. De ezt abszolút a csapat akceptálta, és folyamatosan tényleg nyugodt volt az egész pillanat, tehát ez volt az alapja annak, hogy semmi stressz nem volt, és ki tudtunk kapcsolódni, és nem arról szólt, hogy görcsöljünk is, mikor lesz már meccs. Úgyhogy hát a lefekvés az mindenkinek saját magára volt bízva, ugye 11 óra az, ami meg van adva. 11 órakor takarodó? Tehát ki van mondva, hogy el kell menni aludni? Igen, akkor nem lehet úgy nyilvánosan mutatkozni, most addig lehet masszíroztatni. És akkor kapitányot bekopok, hogy nem. Hát ott járkál a folyosón és kiabál émetül, hogy aludj, aludj. Vacsora után őt nem is látjuk, úgyhogy ő abszolút ugye csinálja dolgát, aztán a játékosra van bízva. Ketten vagytok egy szobába? Nem, most egyedül volt. Már máskor felfalaznátok egymásnak. Igen! Hát azért ez elképesztő lehet. Én láttam ezt a dokumentumfilmet, amit a TV2 adott le rólatok, éveken keresztül forgott veletek egy kamera. Én nem is tudtam rólad, hogy te ekkora szónok vagy. Hogy ilyen erővel, ilyen mentalitással, ilyen szónoki képességekkel löktette ki például ide a Grupa Marénába a csapatot, ugye az utolsó meccsetekre. Ez számomra teljesen meglepő volt, nagyon tetszett. Nem ismertem ezt az oldalat. Igen, hát ezért is örülünk, hogy azért mi futballisták máshogyan látjuk ezt, tehát azt mondom, hogy, és most ez nem negativitásból mondom, tehát ez abszolút lehetett volna még jobb is, hogyha több dologba beleengedjük a nézőket, de ennek is örülünk, mert ugye persze az ember mi csak azt látja, hogy kifutjunk a pályára, aztán vagy tapsolunk, vagy szidnak bennünket, de viszont az, hogy tényleg ez bánt minket ez a dolog, vagy éppen hogy éljük meg ezt a sikert, vagy éppen mi folyik egy meccs után, egy meccs előtt, az jó dolog, hogy ezt láthatták. Meg az, hogy ez tényleg nem úgy volt, hogy jó, akkor várjunk még egyszer egy taktika, hanem ez ide beültek a sarokba, tényleg abszolút beleolvadt a brigádba. Jó, tetszett, kifejezetten jó és, volt látni. És másodjára már sokkal jobban tetszett mindenkinek, úgyhogy örülünk, hogy tényleg ennek is ekkora sikere volt, meg az, hogy látták, hogy azért tényleg volt kontraszt csapatok. És között. Ez a szónoki véna, ez egy ilyen spontán dolog, vagy készülsz? Megnézed a minden héten háborút háromszor egymás után? Nem, hát ez mindig, alapul is van ugye egy videózás, azt mindig általában úgy fejezünk be, hogy
hogy valamivel lezárjuk, vagy egy közös csapatképpel éppen, amiről mi nem tudtunk, hogy arról képet csináltak, és pont látszik, hogy a csapat együtt van, vagy pedig ugye egy-egy videót összevágnak, vagy épp volt olyan, hogy ugye akár más sportágakból üzentek nekünk emberkék, és azt játszották be nekünk, úgyhogy mindig volt ilyen. Nem, hát ez épp, hogy a pillanat adja, vagy ahogy én látom az egész hetet a brigádnak, hogy állunk, mennyire kell motiválni, de hát ez általában nem is a motivációról szól, hanem tényleg egy ilyen utolsó 10-15-20 másodperces kis beszéd, aztán pörgessük magunkat. Utólag az ember lepörgeti magába, hogy mi van, ha kikapunk a portugáloktól, és akkor nem a belgákkal játszunk, hanem akkor jöttek volna ki, akkor az angolokkal talán. Nem, ugye? Az a baj, hogy így, hogy az Izland nyert, így mi csak rosszul járhat. Tehát úgymond csak harmadikok lehettünk volna, mert aha, ugye akkor megelőztek volna bennünket, mert több pontjuk lett volna. Persze, hát lett benne. Pörög az ember ezen utólag, hogy mi van, ha így alakul, mi van, hogy alakul. Hazaértünk, és láttuk, hogy Izland ugye tovább jutott. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy csoport elsőként mi megkaptuk a világbajnok, vagy a világ ranglista helyezett második csapatját. Tehát így azért ez annyira nem volt igazságos szerintem. Az meg megint nem igazságos szerintünk, tehát ugye játszottunk velük, hogy ez az Izland, ez tényleg 8 között van. És ezt nem nagy képűségben mondtuk, de nagyon-nagyon rég játszottunk, azt mondom, ennyire enervált és gyenge csapat ellen, mint volt ez az Izland. De hát sajnos hát ők tovább bírták, mint mi, úgyhogy nyilván egy picit ilyenkor fáj a szívünk, de hát... De utólag ezen van. Már nem szabad. Hát utólag ezen már nem. Ezen már nem. A belga meccsen érezted már az első percek után, hogy valami nem úgy megy, ahogy eddig? Hát azért ott látszott... Elképesztő gyorsak, szóval, hogy egy hihetetlen. Igen, az is látszott, hogy azért volt a csapat közt sebességbeli különbség, tehát ez volt, ami talán a legnagyobb különbség volt. Valamint az, hogy... Nem is az, hogy elfáradtunk, hanem tényleg nem úgy jöttek a passzok, és koncentrációban szerintem nem voltunk úgy. Picit be is pánikoltunk, ugye ettől a gyors bekapott gólton, nagyon-nagyon rég kaptunk, ráadásul rögzített szituációból gólt, ami az plusz egy meccs közben egy ilyen letargiát okozott a csapatnak. Aztán utána pedig már utólag mi is beszéltük, hogy 2-0, amikor azt belül azért érezzük, hogy vége ennek a meccsnek, hogy vissza kellett volna állni, és ne az legyen, hogy na beleszaladtunk egy négyesbe. De viszont így meg én azt mondom, hogy ott voltunk, és az, hogy beküldtünk minden csatát a pályára, mentünk előre, 2-0, 3-0 után is voltak lehetőségeink, és abból lett a gól, hogy mi adtuk el az ő térfelükön a labdát. Én azt mondom, hogy az pedig azt bizonyítja, hogy tényleg már nem úgy volt, hogy jó, akkor ússzuk meg kettővel, és tapsoljanak meg minket még jobban. Az, igen, az még aztán a végén is nagyon szintű volt, hogy nagyon hajtottatok. Tényleg nem számított. 1-0-nál még azt mondom, voltak lehetőségeink, ott kellett volna pontosabban. De azt mondom, azért több volt ebben a meccsben, tehát a csapat nem így nézett ki. A fél időben mi történik egyébként? Jön a Bernstorck, és átbeszéltek dolgokat, vagy ott mindenki fúj egyet, pihen, megbeszélitek egymással, és mentek is vissza. Na, nem egy hosszú idő. Igen, hát itt általában ugye van egy ilyen, azt mondom, 2-3 perces ilyen fújás-ivási idő, vagy éppen, hogyha valakinek valamit rendbe kell tenni, sérülés, vagy bármi. Aztán onnantól kezdve jön a kapitány, elmondja az észrevételi valóját, és utána pedig mi játékosok ugye egymásnak elmondjuk, hogy akkor mit, hogyan kezdjünk. Itt elsősorban itt a kapitány is, meg én is többek között, meg a rutinosabb játékosok azt hangsúlyoztuk, hogy higgyük el tényleg, hogy most oké, hogy gyorsabb egy játékos, de viszont hogy legyen meg az az egységünk, ami ugye az előző három meccsen megvolt, és sikeresek voltunk vele, meg egy picit tényleg hamarabb feladtuk a kelleténél, de így is minden elismerés, minden tisztelt a csapat tagoké, mert tényleg az utolsókig küzdöttünk, úgyhogy ez már... Az nagy van németül, hogy törd el a lábát. Biztos, hogy volt ilyen, egy-két pillanatban lehetett volna. Igen. Ott felindultságból van beszólás a másiknak, mondjuk egy ilyen fél idejös beszélgetés? Nem? Hát előfordul, de hát ez se úgy, hogy egymás torkának ugrunk. Nyilván persze van, akiből máshogy jön ki feszültség, de ezt abszolút ugye tudjuk kezelni. Meg megvan az, hogy ki az, akinek úgymond lehet, vagy ki az, akinek kell, hogy szóljon egy Király Gabi, egy Gerzson, tehát nekik kell, meg nekem is. De nyilván ki, hogy érzi, vagy éppen amit látunk, ugye általában mindig a tengelyekre van osztva a kapus, hátvéd és középpálya, amit látunk, ugye. Úgyhogy igazából ez így szokott zajlani. Rolandóval mi a tapasztalat? Ugye a hisztiket láttuk egyébként, meg szerintem közben egy halálosan emberi pari. De tényleg így van, amúgy tehát attól van egy kép róla, de közben azért láttam a filmet róla, meg különböző videókat, ezek egy halál normális pari. Nem, meg a meccsen is. Normális? Tehát abszolút azt tudtuk elmondani, meg én is, amit személy szerint tapasztaltam, mind meccs előtt, meccs után. Gratulált a csapatnak. Tényleg, tehát semmi olyan jelét nem mutatta, hogy ő akár lenézne bennünket, vagy játékosokat, vagy máshogy kezelne.
Tehát tényleg... Azért az menő, hogy kettőt lőttél, nem? Szóval amikor igen. Azért az ember ezt így látja másnap az újságban, vagy úgy megy le az öltözőbe, hogy kettőt lőttem, Ronald, ő is kettőt. Szóval azért ezen így elgondolkoztam, hogy ez egy életérzés, nem? Egy olyan meccsben ott lenni, ahol jönnek utánunk folyamatosan, igen. Ugye, mert mindig mi vezettünk. Jól emlékszem, igen, ugye, hogy egy-kettő, tehát végig így mentünk, én Spanyolországból néztem, egy olyan helyen, ahol egyébként mindenki a portugáloknak drukkolt, szörnyű volt, csak mi kiabáltunk. De hogy te is kettőt, ő is kettőt, hát azért ez ja, hát fantasztikus volt, hát ugye... Dobtál egy puszit este a tükörbe magadnak? Nem volt ilyen? Ne, nem is úgy, hanem anya volt kint is. Így lefeküdni, aludni, hogy ő is kettőt, én is, hát azért ez még lefelé mész, mutatod, hogy kettőcske, hát a csávot megette a fene. Nem, hát itt a csoport elsőségen volt a hangsúly, de nyilván persze, tehát anya megvárt a meccs végén, aztán ő ugye nyilván ezt máshogy dolgozta fel, meg a hozzátartozók, úgyhogy azért volt bennem is egy olyasfajta ilyen érzelmi kitörés, de ez azt mondom, ez teljesen normális, úgyhogy nagy dolog, ha úgy ne lenne nagy dolog, hát a világ egyik, hanem a legjobb futballistája, úgyhogy tényleg az alatt a meccsről, vagy arról a napról egymásról szóltak a dolgaink, úgyhogy fantasztikus dolog, hogy versenybe tudtam lenni, meg igazából meg tudtam mutatni azt a kvalitást, amit várnak tőlem. Na, egy-két kérdés, mert nagyon sok van. Láttad-e a hisztis mémeket, kérdezi egy hallgatótok, ezt meg is kérdeztük. Igen, azt mondja, Balosod nagyon jó tanítani kéne, írja nekünk egy hallgató. Mondjátok meg Bazsinak, irány a Hertha. Nem? Folyamatosan játszani fogsz, sokat elérhetsz a Palival együtt. Hajrá, magyarok! Zsolti, ez akár egy kérdés is lehet, hogy hogyan tovább. Tudod-e már? Hát még egyelőre nem, ugye tegnap előtt érkeztünk, aztán ugye tegnapi nap folyamán lett volna egy megbeszélés, amit mára tettünk, hogy mi zajlott itt az elmúlt egy hónapban, ugye én nem is beszéltem a menedzsmenttel erről a dologról, és mondtam, hogy nem is szeretném, hogyha értesítenék bármiféle dologból, hogy mi, hogy lesz. Azt tudom, hogy onnan, ahol most vagyok, onnan természetesen szeretnék távozni, nem azért, mert annyira rossz választás volt. Eleve most azok is aggasztanak, hogy tegnap ugye megint robbantás bizony. Volt. De az, hogy mi lesz, nyilván azt se titok, hogy nagyon-nagyon szerettem volna már tavaly is a Palihoz menni. Az ő hívása számomra mindig megtisztelő, úgyhogy ő az biztos, hogy akármikor szóba jön ez, akkor prioritást élvez. Hát a te esetedben még azért mindenki azt várja, hogy legyen még azért egy olyan csapat, ami valóban élmezőnyben van, ami akár tényleg a Bundesligában van, Európában van, hogy a te karrieredben, a te pályafutásodban még benne kell lenni egy ilyennek. Hát nagyon remélem, hogy benne hogy nem is valahol lesz. Levezetsz, hanem még azért van egy top csapat, ahol tudnál játszani. Na, hát nagyon remélem, most biztos vagyok benne, hogy ez a szereplés, meg ez a teljesítmény, ez elég volt arra, hogy onnan eljöjjek, és ugye feljebb tudjak lépni. Én azt mondom, hogy persze, ezt nyilván ezt is máshogy látják mindig az emberek, hogy na, megint elment törökbe, mert ott többet. Én mondtam a Palinak, hogy, és ez most megint nem a megjátszás része, mondom, Pali, egyet írjatok le egy papírra, hogy kettő kapucsinót kapsz, csak mondom, legyen leírva. És ugye én úgy jöttem el kint a törökbe, és mikor tárgyaltunk, hogy mondom, Pali, figyelj, miattad 72 órát kértem, úgymond, tehát tényleg sürgessük meg azt a dolgot, hogy tudjuk meg, hogy mennyire lehet nekem kívánom. Ugye augusztus 31-én vége lesz, tehát valami, és ugye ő volt az, aki visszahívott egy vasárnapi nap, hogy figyelj, Balázs, nem tudjuk bevállalni, úgyhogy ha megvan ez az ajánlat, akkor fogadjam el. Tehát én mindig mondom, hogy én mindenhova mennék, meg szívesen játszanék én a Real Madridba, de ahova nem hívnak, oda nem tudok menni. Tehát legyen valami konkrét. Ha nincs konkrét, akkor úgy persze beszéltünk bármiről. Azt mondja, hogy elcserélted volna a mezedet Ronaldóval a portugál mérkőzés után, vagy inkább megtartottad a saját mezedet magának, amiben két gólt is rúgtál a meccs során, kérdezi egy hallgató. Igen, hát én azt mondom, hogy én mindig úgy voltam, hogy soha nem voltam ez a cserélős, és másoknak tele van a gardrób, vagy tele van egy külön fal, hogy kivel milyen mérkőzésen cserélt. Hogyha meg lett volna az a szituáció, akkor lehet, hogy elcserélem, persze, miért ne, de viszont nem jött. Lehet azt mondani, hogy oda jó zárul, aki cserünk, és azt mondta, hogy nem. Volt, na, van volt, ilyen? Volt, na, volt, mennyi volt, nem, nem érzem, nem beszélni. Nem veszem le, van hogy ilyen? Szebben, hogy majd bent a dressing roomba, tudod, és akkor nem megyek be, vagy mire bemegyek, vagy mire bemegyek, addig nem találnak, úgyhogy én ezzel úgy voltam, hogy sokkal nagyobb örömet tudok okozni, hogyha a kilátogatott szurkolóknak kidobom, akik a kapu mögött ugye folyamatosan buzdítottak bennünket, úgymond a B-közép, úgyhogy nagyobb örömet is okoztam szerintem, mint akár saját magamnak egy Ronaldo. Ilyenkor azzal cserélsz, akivel akarsz, vagy mindenki a saját posztján játszol? Nem, hát ez ahogy most, ahogy oda mész, lerohansz valakit, vagy éppen megvárod, míg arra ballag, vagy te ballagsz, vagy ezen arra. Tehát nincsen íratlan szabály, hogy nincs, kivel cserél, nincs, akivel nincs, akarsz. Nincs. Király Gabival akarsz valaki a sót cserélni? Egy idő után már biztosan. Az ikonikussá vált, igen, szürke melegítő nadrág. Mi a véleményed a ruszki bíróról? Izabella kérdezi. Nagyon jó mémek születtek, fehér bottal a kezében. Nagyon szerettem, mi is nekem mindig az utolsó pillanat marad meg, mert hál' Istennek
oké, hogy egész meccsen kapufa volt, amit ő művelt, de viszont az utolsó percekben ugye volt a szabadugás, azt alapból a többiekbe akarták fújni, ő viszont kívül látta, tehát azt mondom, azért valamilyen szinte megnyerte azt a meccset nekünk, hogy nem adott 11-est az utolsó percekben is. Igen, meg igen, a Dinamóban hanem... megtanultad, hogy oroszakról vagy ott, vagy semmit. Hogy... nem akarod, hogy ide belebetonozzanak a frissebb főtársaságban. Mondta, hogy Balázs, hidd el, hogy mind a három asszisztensem azt mondta, hogy 11-es volt. De ugye, amikor lehet így oda menni a bíróhoz, hát, egy meccs után, Balázs hidd el? Nem, meccs közben, ugye addig ott ment ott a cirkusz, hogy most... De ott a beszélgetések azért nem így zajlanak, hogy Balázs hidd el. Ott igen, ilyen fröccsögő nyállal üvöltöznek a játékosok, majd a bíró pedig küldi el őket. Igen, ez akkor így zajlott, viszonylag akkor nagyon nyugodtan elmondta, hogy ne, hogy 100%, hogy ez 11-es volt, és mind a hárman megerősítették, és azért is fújta be. De viszont ugye kérdezem én, hogy akkor, hogyha befújt ezt 11-es, akkor miért nem volt kifelé falt a Gabival szemben? Ugye látszott, hogy a könyökét lehúzták, úgyhogy mindegy, érdekes volt. Sajnáljuk nagyon azt a meccset, mert az abba volt a legtöbb. Hmm. Az egy ponton kívül. Velük utána egyébként lehet beszélni? Tehát a hasonló, ott van az öltözőjük, a ti közösen, hát úgy közösen, hogy a kettő közt, tehát a két csapat közt van, de tudod te is, hogy felesleges ilyenkor, tehát befújtam. Hát, persze, ott már nem tudod. Sőt, csak rosszabbul jár az ember, mert valami olyat mond, akkor még el is tiltatnak. De nem siettetek oda, hogy esetleg egy a fogkefejével itt ott megdörgöljetek ezt azt. Hát csak meglett az egy pont, vagy így, hogy ugye már kiderült, hogy biztos, hogy tovább jutunk, így azt mondom, hogy feledésbe merült ez a dolog, így utólag persze már lehet róla beszélni, hogy mi lett volna, ha azt nem fújja be, mert biztos benne, hogy hamarabb betalálunk, mint Izland. Hát, de hát ezek a mi lett volna? Persze, hát ezek már teoretikus. Igen, hány nap alatt fogyott el a 240 gombos szöltött káposzta? Kérdezi egy hallgató, beszélgetünk anyukáddal, nem tudom, hogy tudod, de tündéri anyukád van, azt kell, hogy mondjuk, hogy egyrészt a szülői SMK vezető tagja, ugye, aki irányítja a többi focista anyukáját, és megy drukkolni, nagyon helyes, a mama nagyon helyes. Most abszolút szerepel mindenhol. Ez tőle nem megszokott, tehát úgy, hogy ugye tőlem elvált, most mondok, éjfélkor vagy egy órakor a stadionból, és akkor reggel látom, hogy 8 órakor az egyik tévécsatornában. És akkor ma nagyon tolja. Hát mondom, hogy? Tehát, hogy nem alszom, vagy valahogy mi történt? Mert abból ezt nem szerette, de mondta, hogy nem, Balázska, most ilyenkor persze kell, de muszáj, meg nem akar nemet, úgyhogy... Azt a söltött káposzta, az egy picit hiányzott is, sőt nem is picit, hanem ezt még a Dárdai Palinál kezdtük el, hogy Debrecenben játszottunk a Palival, és ugye hát anyáik persze, hogy bejöttek, és mondta, hogy ugye a nagymama küldi, és akkor még csak egy ilyen 20-25 darabot küldött, de ugye ennek híre ment, a Pali rácsapott mindenki, tehát játékostól kezdve azt, hogy ugye senkinek nem jutott, és utána megint volt 5 nap múlva a meccs, és onnantól kezdve már Nagyi folyamatosan 150 emelt az adagokat, és ez folyamatosan így ment a selejtező sorozatok meccsein is, hogy csütörtökön azt tudta a Stork úr is, hogy jön a töltött kártya. Hogy érkezik a 240 gombot. Erről azért mi itt beszélgetünk, hogy ti azért full profi sportolók vagytok, élsportolók vagytok, minden ideje, minden kalória, minden megvan, hadva előre ki van szemben, hogy egy dietetikus mit szólt az, amikor meglátta a 150 gramot? És az átvágott rótkerítést a telki edzőtáborról, tudod, a mama bejuttatta a bombocokat. Most is sprinteket hanyagoljuk. Nem, ez általában mindig vacsorára van. De nem, tehát ennek senkinek nem volt semmi, sőt, azt mondom, hogy nagyon imádja a magyar ember, tehát picit sok is volt már, hogy folyamatosan steak, tészta, bolonya és a többi, a csirke, és mindig be van egy szisztémárával a brigád, és ez nagyon-nagyon hiányzott, és ugye van velünk egy magyar szakács, akinek mindig mondtuk, hogy egy gulyáslevest, vagy amit lehet, egy kis bundás kenyet reggelire, tehát ezek azok a dolgok, azt mondom, hogy egy magyar embernek hiányzik, tehát eleve fűszeresebben is főzünk szerintem, mint az átlag. De mákos tésztát egy falatot se. Az is lehet, az is jós, mákos, túlós, ezek megvan. Az már egy régi örökség. Az még a 86-os örökség a tészta. Az már azért elmúlt. Azóta az már elmúlt. Mi van a bajusszal, vagy a szakállal? Ez egyfajta fogadalom volt, hogy nem vágod le addig? Igen, aztán most úgy jövök, hogyha már eddig kibírtam, én nekem soha nem volt még életemben, hogy ennyi szőr lett volna az arcomon. Látszik is, hogy azért vannak hiányosságok. Nem, tehát majd meglátjuk most. Hát a Szolnoki Béla meg ezt, hát felszaladhatnál most a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjére. Színpadon is voltam a Hősök terénél. Ja, megvan minden. Persze, majd foci után ide becsatlakozom. Igen. Egyébként a szövetségi kapitány lelket ápol? Tehát vagytok vele olyan viszonyban, vagy megvannak a csapatban a pszichológusok, akik foglalkoznak veletek, vagy ő kiszúrja azt, hogy egy játékos nincs olyan idegállapotban, egy kicsit félreév, kicsit dumál, vagy ennyire azért nem bizalmi a viszony? Mindig megvan az, hogy ki az, akire úgymond ugye megvan a fejében az elképzelés, hogy ki az, akire mivel elképzeli a mérkőzés kezdetét, ugye az a csapat, aztán onnantól kezdve, hogyha folyamatosan látja, hogy valaki tényleg azon a meccsen nem kap szerepet, akkor félrehívja, de az, hogy most ilyen óriási beszélgetések, meg eleve nincs egy pszichológus a csapat környékén, volt egy időben, de egy csapat szinten más, tehát ugye azért eléggé
le vagyunk így a két edzések, a megbeszélések, a videózások, és amikor mindig megkapta volna azt a szerepet, vagy azt az órát, akkor tudod mindenki egy picit így duzzogva, hogy na most megint kell beszélgetni, ugye 23 emberre mindig. Kicsit, és ez ugye egy picit rosszul is jött ki az ő szemszögéből is, úgyhogy ezt hanyagoltuk. Kapitány pedig félrehívja, elmondja az embernek, vagy az illetőnek, amit szeretne, aztán mindenki érti, hogy mi van, úgyhogy ő nem kerte. Gyuri bácsi és csapata Nyírlugosról üdvözölt téged, jött SMS-ben. Ilyen elképesztő, fölrobbant az SMS-fal. A VB-s elejtezőt kérdezik nagyon sokan, hogy ugye nyilván erről most így nehéz mit mondani, de ez a következő nagy falat, aminek az EB ismeretében akár eséllyel lehet nekifutni. Hát annyiból nehezebb azért, hogy itt csak az elsők jutnak tovább, valamint egy legjobb második, azt hiszem, hogyha nem tévedek. Hát az valamint a csoportunk fel. Se, attól függetlenül, hogy van benne könnyű, de egy portugál Svájc lett Andorra. Ezek azért oké, hogy úgy hangzanak, hogy mögöttünk vannak, de azért nem olyan egyszerű, főleg most, hogy szeptemberben megyünk Ferreira megint. Ami olyan körülmények, hogy az tényleg futballra semmilyen szinten nem emlékeztet. Tényleg Liba legelő? Hát az is meg műfű, és ugye szeptemberben már mínuszok vannak. Ne, a műfűet locsolják meccs előtt mínuszba, tehát az nagyon-nagyon kemény meccs volt. Úgyhogy így ilyenek vannak, de viszont a sorsolásunk az jó, és most persze, ha lehet ennyire így belemenni, és miért ne lennénk pozitív, akkor azt mondom, a négy meccsből az elején lehetne hozni mindent, tehát egy nagyon jó rajtunk is lehetne, hogy úgy forduljunk neki az új évnek, úgyhogy hát meglátjuk, hogy a csapat mennyire, meg hogyan, meg sérülések, hogy ki hogyan kezdi meg a szezon, de hát az még azt mondom, sajnáljuk is, hogy messze van. Persze, meg oké, meg hát ugye a VB-s elejtező ez egy dolog, de négy év múlva viszont EB itthon. Azért az is egy nagy dolog, nem? Hát az a legnagyobb. Hát az a legnagyobb, mert ugye négy év múlva itt tartunk majd, hogy nagyon hát akár még egyszer átélhetjük. Hát én nagyon remélem, ugye akikkel nekem vannak csapat, régi csapattársaim, meg akikkel akár együtt is vagyok, és ők nekik megadhatott, hogy játszottak VB-n, ők azt mondják, hogy sokkal nagyobb élmény és sokkal jobb egy EB-n, mint egy VB-n. Most itt mondták, hogy Brazília se volt az igazi, eleve a helyek, a hotelek, a szállások, tehát az, hogy tényleg mindenüket ellopják, ugye nem olyan a biztonsági érzetük, meg eleve Európában közelebb a szurkolók is jobban eljutnak, tehát egy VB-ből szempontból azért nyilván másabb, de azért most az Oroszországban lesz, tehát azért picivel közelebb. Meglátjuk, hát én nagyon remélem, hogy tényleg ez egy kezdet volt, és nem pedig megint egy óriási 50 év, 40 év szünet. Kérdezi egy hallgató, hogy egyetlen egy csapatot választhatnál most, mondjuk tételezzünk fel egy olyan helyzetet, hogy minden, a világ összes csapatában van ajánlatot. Hova mennél szíved szerint? Leírják a két kapucsinót. Hogy játszunk el, csak egy kicsit nyilván teoretikus a kérdés, ha most egyet választhatnál, hogy a spanyol ligából, a Bundesligából egy valakit, akkor kihez mennél szíved szerint? Hát kinek? A spanyol, akkor maradok én is a Barszánál. Hát Barsza? Evidens, persze. Ez itt a Best of Morning Show. Erről a hűtőbe elbújt fiúról akarok két mondatot beszélni. Nekem annyira tetszik ez a srác, 14 éves fiút, az, hogy garázdaság miatt körözték, nyilván nem tetszik, de hogy lakít el ki otthonának, hűtőjében bújt el a rendőrök elől, méghozzá a családi hűtőben. És a rendőrség ugye képet is mellékelt róla, ott van, ott lapul a hűtőszekrényben, és azon gondolkoztam, hogy ez vajon tudatos észrevétel volt, vagy hangot hallottak a hűtőből a rendőrök, vagy csak megszomjaztak. Egy pohár tej, tiszta fej. Nyomjunk már egy kókot, valami legyen. Ugye, és ott van a fotó, ahogy szegény fiú egyébként kuksol a hűtőszekrényben. Hát nem kell őt sajnálni, nyilván, ha garázdaságért körözték. De hogy így átgondoltam, hogy otthon hova tudnék bújni, nem biztos, hogy a hűtőszekrényt választanám. Tehát ott nektek vannak polcok a hűtőben? Vannak. Ugye? Hogy azért azt onnan gyorsan ki kell kapni. Tehát ő tudta, vagy üldözött, beszaladt és bebújt a hűtőbe, vagy üldözték? Hát vagy soha nincs neki polc benne, mert ha tudja, hogy ha üldözik, akkor oda el tud bújni. Ez az utolsó menedék. Igen. Ez a menedék. És az is fura volt, hogy meg volt fordítva a hűtő a fal felé. Mondjuk, ha beűsz magadra, csukod és arra szólva megfordítod, azért az komoly meló. Nézd, Józsi, mozog a hűtő. Hogy hol vannak a lakásban az igazán jó búvóhelyek, ahova el tudsz bújni, vagy ahova érdemes elbújni, míg jön a rendőrség, vagy jön a tech. Nekünk elég nagy hűtők van, de valószínűleg elárulna az, hogy a hűtőlőt ott hever a köven egy csomó zöldség. Akkor rögtön a zöldséges fiókban néznek be, és megtalálnak. És ott lapulna két retek, meg egy csillámtök mellett. A fotó, láttál egyébként nem fogalmazott meg önnek a kérdés, hogy ezt mikor csinálták ezt a képet? Tehát abban a pillanatban, hogy feltépték a hűtőnek az ajtaját, vagy pedig reprodukálták az eseményeket. Kérjük, fáradjon vissza a hűtőszekrénybe, csinálnánk egy fotót. Mi van ilyenkor, tényleg megy velük egy fotós?
És akkor azt mondja, várj, Tibi, ne tégy még föl, Tibi, engem nem tudok exportálni. Bemérem a fényt, távolságot. Ha nálad okos mobil, addig én szakban tartom. Beszart a vakú, Tibi, nehogy már föltépj a hűtőt. Tehát ez hogy van? Föltépik a hűtőszekrényt, és abban a pillanatban fotóznak. Ott fotóznak, vagy tényleg a fiút előállították, majd a fotókedvért, jó a kérdés, visszaküldték a hűtőszekrénybe, és azt mondták, hogy archiválni kell. Menjél vissza a hűtőszekrénybe. Nem mozogjon. És újra beültették? Ez biztos, hogy ebben a pózban volt. Nem tudom, nem a hűtőszekrénybe mennék, azon nem gondolkozom. Tehát milyen dolgok jutnak eszébe, hova tudsz menni? Ágy alá, ugye? Baromi nagy közhely. Igen, amatőr. Magadra húznád a páncélszekrény ajtaját. Szerintem tudod, mi van? Nincs páncélszekrényem. Belülről hívnám a Viki. Viki, mi akkor? Tudod, hol nem keresnek? Fölül, kis haver. Fölül. Hol fölül? Hol? Mentél már úgy egy lakásba, hogy fölfele néztél? De hoppá, a szekrény tetejére? Tényleg. A mennyezet. Ja, fönt a plafonon? Ja, hát mit csinálsz, ha keresel valakit a lakásba? Benézel az ajtó mögé. Nézed a nyomokat. Benézel a szekrénybe. Hol vagyok? Nagyon jó. Ott vagyok fölöttük. Ez ott ez vagyok okos fölött. Ez okos. És könnyebben is tudsz támadni, ha baj van. Haver. És ha akarok, rájuk ugrok. De nem akarok. De nem ugorjál rájuk. Ne ugorjál rájuk, csak rejtőzködjél. Tapadj fel a plafonra. Ott vagyok, négy kéz láb, kiterítve magam. Szerintem csináld azt, hogy előtte, még ha van egy kis időd, akkor gyorsan menj a konyhába, és hempergőzél meg egy kis lisztbe. És úgy tapadjál fel a plafonra, mert akkor azt hiszik majd, hogy ilyen kis gipszangyal vagy tukkó. Érted? Hova kell menni? Fölfele. Ugye? Főre. Van idő, hogy mit csinálsz? Benézel az ajtó, WC, hűtő, ilyenek. Mikor nézel fölfele? Mikor nézel? Gondolnád, hogy van ott valaki a mennyezetem vagy a csilláron? Csont úrva. Persze, hogy nincs. Hol vagyok? Ott. Akkor napám. Mi? Ez rendben van. Ugye? Ez nagyon rendben van. Csilláron így kuporognál. Nem tudom, azon gondolkozom, hogy építe még valaki úgy házat, hogy bunkert rak bele. Tehát, hogy te fölkészülsz arra egyébként, hogy oda te majd egyszer el akarsz bújni. Mert nem készülnek nem így nagyon házak, nem? Hogy hova tudsz egyáltalán tényleg, ha egyszer üldöz a rendőrség? Hát ez nagyon jó. Figyelj, nekünk meg például a kádunk bész színű. Én kitépnem a helyéről, magamra borítanám, és azt hinnék, hogy cserebogás. Vagy mint egy kis Bodo bácsi, így elmásznál így vele. Így el. Cserebogár, ilyenkor? Ekkora. Ugye, hol van még ugye május? Mi történik? Általában rejtett helyekre néznek be. Igen. Tehát mit kell csinálni, ha elbújsz? Feltűnő helyen kell tartozni. Ha, nem elbújj, bújok el, nem elbújj, csak valahol egy feltűnő helyen megmerevet. Érted? És abban a pillanatban, hogy megmerevettél, ráfekszel a radiátor. Mint egy alvó macska. Beülsz egy széknek, vagy beülsz egy székbe hirtelen az étkező asztalodnál, és ülsz mereven. Hát ki fog észrevenni, ha nem vagy mozgótál, érted? Hát szerintem... Hűtőbe bebújni, hát tök amatőr. Oda kell bújni, ahol számítanak rá, de ezért nem fogják megnézni. Na, ezt mondom, a hűtőbe. De, nem, azért bújok el a hűtőbe, mert a múltkor is volt az a hűtős ügy, ugye Béla? És akkor há, biztos nincs, hát a hűtőbe biztos volt. Nem mászik, hát hülye lenne oda mászni, hát ott keresnénk először, úgyhogy hagyjuk azt, ne is nézzük meg, és oda bújnék. Ott is elkapták azt a 17. fiút. Igen. Érted a csavart. És ha nem találnak, akkor jön a tek? Vagy egyből a tek jön? Ki talál meg? Hát ilyen esetben, mert ők már keresték, szerintem tek. Ott már tek megy? Aha. Hát igen. És például a gardróba olyat csináltam, hogy kabátot fölveszed, és így beukasztod. Figyelj, bebújok kabátnak, és lógok egy fogason, az is jó egyébként. Tényleg, az jó, hogy a teknek nem kell jegyzőkönyvezni, hogy nyilván minden világító meg hanggránátot, amit bedobnak egy épületbe, mert náluk ez fogyóeszköz. Tehát, hogyha ők mennek, ők dobálhatnak bármelyik helyiségbe hanggránátokat, tök mindegy. Igen. Érted? Nekik igen belefér. És ez mi a bedobod, és megkérdezi, hogy van bent valaki, az a hanggránát? Igen. És nem hallják utána, mert hogy meg vannak süketülve. Ja. De gondold, amikor benn vagy a hűtőszekrényben, és mondjuk nem találnak meg, és már rég új lenyomatot rögzítenek, DNS vizsgálatot, és tudod, egy ideig ott... És még mindig rejtőzködsz, és még mindig rejtőzködsz, de már egy idő után azért egy 6-8 óra után, tudod, fölvették a nyomokat, rögzítenek, már azt mondták, jó, innen megszököd, de itt rögzítsük a nyomokat, és mondjuk büdös életben nem akarnak megtalálni. 6 órát ott bent csücsülsz, hát egy idő után már úgy kívánod, hogy megtaláljon. Elfogyott már a mirelit borsó. A sajt is a végén járja. Tényleg, belülről ki tudok nyitni egy hűtőszekrényt? Igen. Ki? Igen? Ki? Honnan másztál már be? A jövőt nem, mert mi ott lakom. A fagyasztót nehezebb. Ja, mert az rákattam az nagyon kemény, az ráhúzza. De ha én bemegyek, ki tudok jönni? Csak kitolom egyszerűen az ajtót? Persze. Hát ja, mert nincs, abban nincs zárat, csak ugye a gumi oda. Nem, hogy próbáljuk ki, de ez túl pici, ebbe csak én férek bele. Akkor próbáljuk ki.
Nem azért kérdezem, csak mert, hogy a spenót sem mászik ki soha, hogy azért kérdezem, hogy ki lehet érni. Hát én nem ez láttam, nem rossz. Láttam már ételt kimászni ütő? Nem, hát akkor vonatot. De a spenót az benne van egy zacskóba is. Az is igaz. És a spenót dupla fogságban. A hűtőben ki tudna mászni, de egy zacskóba is benne van. A spenót dupla fogságban van. Nem, de hány óra alatt találták meg ezt a fiút? Nem szólt a hír erről. De szemét vagy. Rögtön megtalálták. Ja, tudták. Érezték, hogy hova kell venni? A hatodik érzék. Hány óra alatt? Mindenhol végignézték már. Gyerekek, én egyet mondok. A szőnyeg alatt nézted már. Ahol nem keresnek légy, feltűnő légy a mennyezeten. Komolyan mondom. Nagy hó, póktartásba, harántelpeszbe, négy kézláb, tartod magad a mennyezeten. Ugye most olyan mennyezeten de gondolok. De télen? Az így gyanús. Igen, azok keveset mozognak a legyek télen. Tehát olyan mennyezetre gondolok, ahol ugye a lábadat és a kezedet széttéve, te tudod magad tartani az oldalfalon. Tehát én most így gondolom a mennyezetet, mert nem tudsz tapadókoronggal föltapadni a mennyezetre, betartod magad oldalt. Hát akkor csak a budiba tudsz elnyújni. Hát mekkora az ennek, a Feri tudna nálunk a nagy szobába kitámaszkodni két kézzel, két lábbal. Figyelj, csak tegnap fél tíz előtt, mielőtt után néztem valami ninja filmet? Nem, csak ott ez mindig... Ez a felugrom, és úgy maradok. Igen, elolvasok egy hírt, mindig beleélem magam, hogy hogy tudnék, hova tudnék menni, mit csinálnék, ha élnék a fiú helyébe, érted, mikor tekes ráül a retyóra, egyedik fölnéz, és ott tartod magad. Remeg a kezed, más hitted épp megmenekültél, érted, erre bejön a budira. És mi van, hogyha lehet egy figyelmeztető lövést fölfele? Hogy nyomom van, tudod, és hasba lő. Béla! Nyomom vagyok! Ott van a szekrény mögött, tudod, engem meg hasba lő, de nem azért, mert megtalál, hanem azért, mert a levegőbe akar lőni. Akkor is tartom magam. Azért az kellemetlen. Csak nem engedem, hogy a vércsepp a földre hulljon. Na azt hogy akadályozod meg? Hát hogy? A lányal. Na igen, és akkor egy kézzel és két lábbal tartod magad a plafonon. Nagyon egyszerű, ha hasba lőnek, megfordulok. Egyébként. Ez nagyon jó. Ha hasba lőnek, ugye mit csinálok a falon? Véreznék lefelé, de megfordulok, ezáltal felvérzek, vagyis tulajdonképpen a saját hasam fogja fel a hasam által kiengedett vér. Tehát benned marad a vér. Tehát bennem marad a vér, nincs csepp, nincs nyom, nincs DNS. Ott vagyok egy vérző testtel a falon. És? Bevérezve magamat. Óriási. Van itt gógyi. Ez nekem tetszik, de mi van, hogyha mondjuk valami, hogy hívják, valami durvább cuccal lőttek és rád. És átlőttek. Forogsz? Mint az ökörsütéstől, elkezdtek forogni. Hát hogy mi, ha átlövik, oldalt fordul. Ennyi. Hát még ennyi. Mindig be tudok oldalra fordulni. Stabil oldalfekvést felveszem, figyelj. Meg vagyok. Nagyon. Ezt engem nem kapnának csak úgy el. Ez nagyon jó. Bár a benzinkúton azt mondanám, hogy visszakaptam a 20 000-es csőzőt. Ja, igen. Hogy került magához a hamis 20 000-es? Hát felváltottam a vendégre, fizettem, azt ezt kaptam. Hát ez már annak a következmény lenne, hiszen keresnének a hamis 20 000-es miatt a lakásodon, ahol te elbújnál. Hol? Ha a mennyezeten... De a mennyezeten lennél, és ahol foroghatnál esetleg. Nagyon, soha. Nagyon a durva. A büdös életben nem találnának. Egyébként, hogyha meg nagyon jó vagy, akkor azt is megcsináltad, hogy gyorsan forogsz, és azt hiszik, hogy ventilátor. Igen. Figyelj, szerintem ez olyan egyszerű lenne elkapni engem. Nem, tényleg, nem lenne egyszerű. Nem. Tehát azért van, van itt gógyi. Mondjuk egy idő után kiszúrnak a hangot. Figyelj, hallgass csak, Dezső. Mit fáj? Hallod megint? Tibi beszél a ventilátor, ez szarok, hallod, hát mi történik? Hát csak a rádió biztos be van kapcsolva, klassz FM. Na jó van. Ugye milyen jó, hogy fél tíz előtt lefeküdtem? Ugye? Hát, ugye? Nagyon megértem. Nagyon kipihent vagyok. Az ilyenkor veszélyes most... vagyok, mert hasítok, penge vagyok ám. Úgy vág az eszem, mint a borotva. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.